Bírák könyve. Első fejezet. Júzsúel halála után megkérdezték Izrael fiai az urat: Kivonuljon fel közülünk elsőként a kánániak ellen, hogy megkezdje a harcot? Az úr azt felelte: Júda, menjen fel, íme, kezébe adtam a földet. Azt mondta erre Júda Simeonnak, a testvérének. Jöjj fel velem, sors szabta földemre, és hadakozz a kánaániak ellen, hogy aztán én is elmenjek veled, sors szabta földedre. Simeon el is ment vele. Felvonult tehát Júda, és az úr a kezükbe adta a kánaániakat és a perizitákat, úgyhogy bezeknél megvertek tízezer embert. Meglepték ugyanis bezeknél adoni bezeket, hadakoztak ellene, és megverték a kánaániakat és a perizitákat. Adoni bezek megfutamodott, de üldözőbe vették, és megfogták, és levágták a keze és lába ujjait. Azt mondta ekkor Adoni bezek. Hetven király szedegette asztalom alatt az étkek hulladékait, akiknek levágattam kezük s lábuk ujjait ahogy én cselekedtem, úgy fizetett nekem Isten. Aztán elvitték Jeruzsálembe, és ott meghalt. Júda fiai ugyanis hadakoztak Jeruzsálem ellen, bevették, lakóit kardérre hányták, és az egész várost felgyújtották. Aztán lementek, és azok ellen a kánaániak ellen hadakoztak, akik a hegyvidéken, a délvidéken és az Alföldön laktak. Elment ugyanis Júda azok ellen a kánaániak ellen, akik Hebronban laktak, ennek neve régente Kirját Arbe volt, és megverte Sesájt, Áhimánt és Talmájt. Onnan aztán továbbment, és Debír lakói ellen vonult. Ennek régi neve Kirját Széfer, azaz írások városa volt. Azt mondta ekkor Káleb. Aki megveri és elpusztítja Kirját Széfert, annak odaadom lányomat Ákszát feleségül. Amikor aztán Otoniel, Kenez fia, Káleb öccse bevette, nekiadta Ákszát a lányát feleségül. Az pedig, amikor hozzáment, rábeszélte a férjét, hogy kérjen az apjától szántóföldet. A férfi leszállt a szamaráról, mire Káleb megkérdezte tőle. Mi lehet? Ő így felelt. Adj nekem búcsú ajándékot, mert száraz földet juttattál nekem. Adj vízzel öntözöttet is. Erre Káleb nekiadta a felső forrás és az alsó forrás vidékét. Mózes Kenita rokonának fiai is felmentek a Pálmák városából, Júda fiaival, Júda osztály részének arra a pusztájára, amely Aradtól délre van, és az Amalekitákkal laktak. Júda viszont elment Simeonnal a testvérével, és közösen megverték azokat a kánaániakat, akik Szefaádban laktak. Megölték őket ezért a várost elnevezték hormának, azaz átkozottnak. Aztán Juda bevette Gázát határával együtt, továbbá Askalont és Akkaront határukkal együtt. Az úr tehát Júdával volt, s ő elfoglalta a hegyvidéket. A völgy lakóit azonban nem tudta elpusztítani, mert azoknak sok kasszás szekerük volt. Hebront Kálebnek adták, amint Mózes megparancsolta, s ő eltörölte belőle Enák három fiát. Benyámin fiai azonban nem pusztították el a jebuzitákat, Jeruzsálem lakóit, így a jebuziták ott maradtak Benyámin fiai között Jeruzsálemben mind a mai napig. Felvonult József háza is Bétel ellen, és az úr velük volt. Amikor ugyanis körülvették a várost, azt azelőtt Lúzának hívták, megláttak egy embert, aki a városból jött ki, és azt mondták neki, mutasd meg nekünk a város bejáróját, akkor irgalmasságot cselekszünk veled. Amikor megmutatta nekik, kardérre hányták a várost, de azt az embert és egész rokonságát elbocsátották. Amikor elbocsátották, az elment a hetiták földjére, ott várost épített és elnevezte Lúzának, így is hívják azt mind a mai napig. Manassze azonban nem törölt el Bécsánt, tánákot és ezek leányvárosait, sem dórlakóit, meg jeblaámot és Megiddót és ezek leányvárosait, így a kánaániak velük kezdtek lakni amikor aztán Izrael megerősödött, jobb ágyaivá tette, de elpusztítani nem akarta őket. Efraim sem ölte meg azokat a kánaániakat, akik gézerben laktak, hanem megtelepedett mellettük. Zebulon nem pusztította el Keton és Naálol lakóit, hanem a kánaániak közöttük maradtak, és csak jobb lettek. Áser sem pusztította el Akkó, Szidon, Ahaláb, Akázib, Helba, Áfek és Rohób lakosait, hanem megtelepedett a föld lakói a kánaániak között, és nem ölte meg őket. Naftali sem pusztította el Bétsemes és Bétanát lakóit, hanem megtelepedett a föld lakói a kánaániak között, a Bétsemesiek és a Bétanátiak, pedig a jobbájaik lettek. Dán fiait az amariták felszorították a hegyvidékre, és nem adtak nekik helyet, hogy lejöhessenek a síkságra. Az amoriták a Háresz hegyen ajjalonban és Sálebimben laktak. József házának a keze azonban rájuk nehezedett, és ők annak jobbágyaivá lettek. Az amaritáké volt skorpió magaslattól, a sziklától fölfelé eső terület. Második fejezet Erre felment az úrangyal a Gilgálból a sírók helyére, és azt mondta, Kihoztalak titeket Egyiptomból, és bevittelek arra a földre, amely felől megesküdtem atyáitoknak, és megígértem, hogy nem bontom fel szövetségemet veletek sohasem. Csak ne kössetek szövetséget e föld lakóival, hanem roncsátok le oltáraikat. Ti azonban nem akartatok hallgatni szavamra. Miért tettétek ezt? Ezért nem akartam eltörölni őket színetek elől, hogy ők ellenségeiteké legyenek isteneik pedig vesztetekre szolgáljanak. Amikor az úrangyala elmondta ezeket az igéket Izrael valamennyi fiának, azok hangos sírásra fakadtak. Azért hívják azt a helyet Bókímnak, Könnyek helyének, és áldozatokat vágtak ott az úrnak. Miután ugyanis József elbocsátotta a népet, Izrael fiai valamennyien elmentek birtokukra, hogy elfoglalják földjüket, és Józsuénak meg azoknak a véneknek valamennyi napja alatt, akik ő utána még hosszú ideig éltek, s akik ismerték az Úr minden cselekedetét, amelyet izrael művelt, az Úrnak szolgáltak. Miután azonban Józsué Nún fia az Úr szolgája, 110 tízesztendős korában meghalt, és birtokának határában, Tamnát száréban, amely Efraim hegységén a Gaás hegytől északra van, eltemették, és az egész nemzedék is megtért atyáihoz, más emberek születtek, akik nem ismerték az urat és azokat a cselekedeteket, amelyeket Izrael -el művelt. Ekkor Izrael fiai azt tették, ami gonosz az úr színe előtt. Szolgáltak ugyanis a báloknak, és elhagyták az urat atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, s más isteneket követtek és imádtak a körülöttük lakó népek isteneit, s haragra ingerelték az urat azzal, hogy őt elhagyták, és a bálnak meg az astartéknak szolgáltak. Meg is haragudott az úr Izraelre, s fosztogató kezébe adta őket, s azok megfogták és eladták őket azoknak az ellenséges népeknek, amelyek körülöttük laktak. Ők ellenállni sem tudtak ellenségeiknek, mert bárhová akartak menni, mindenütt rajtuk volt az Úr keze, amint megmondta, s amint arra megesküdött nekik, és igen nagy nyomorúságba jutottak. Ekkor az Úr bírákat támasztott, hogy azok megszabadítsák őket fosztogatóik kezéből, de azokra sem akartak hallgatni, hanem parázna módon más isteneket követtek és imádtak, hamar elhagyták azt az utat, amelyen atyáik jártak, és bár hallották az úr parancsait, mindenben az ellenkezőjét cselekedték. Valahányszor az úr bírákat támasztott, azok napjaiban megkönyörült rajtuk, és meghallgatta a szorongatottak sóhajait, és megszabadította őket pusztítóik öldöklésétől. Mindazonáltal mihelyt meghalt a bíró, ismét elpártoltak és sokkal gonoszabbul cselekedtek, mint atyáik cselekedtek. Más isteneket követtek, szolgáltak és imádtak, s nem hagyták el alkotásaikat, és nagyon kemény útjukat, amelyen járni szoktak. Fellobbant tehát az úr haragja Izrael ellen, és így szólt. Mivel ez a nemzet felbontotta szövetségemet, amelyet atyáikkal kötöttem, és nem akart hallgatni szavamra, azért én sem törlöm el azokat a nemzeteket, amelyeket Józsua, amikor meghalt, hátrahagyott. Hogy próbára tegyem általuk Izraelt, megtartják-e az Úr útját, s járnak-e azon, mint ahogy megtartották atyáik, vagy nem. Így tehát meghagyta az Úr mindezeket a nemzeteket, s nem akarta hamarosan elveszíteni őket, s nem adta őket Józsue kezébe. Harmadik fejezet A következők azok a nemzetek, amelyeket az Úr meghagyott, hogy általuk tanítsa Izraelt, mindazokat, akik nem ismerték a kánaániakkal vívott harcokat, hogy aztán Izrael fiai megtanuljanak küzdeni az ellenséggel, s készséget szerezzenek a hadakozásra. A filiszteusok öt fejedelme, az összes kánaániak, a szidoniak, és azok a hívviták, akik a Libanon hegyén laktak, a Baal Hermon hegytől egészen Hamad bejárójaig, azért hagyta meg őket, hogy próbára tegye általuk Izraelt, hallgatnak-e az úr parancsaira, amelyeket Mózes által atyáiknak meghagyott, vagy sem. Ezért kellett Izrael fiainak a kánoániak, a hetiták, az amoriták, a periziták, a hívviták és a jebuziták között lakniuk. Ők azonban feleségül vették azok lányait, és hozzáadták lányaikat azok fiaihoz, és szolgáltak azok isteneinek azt cselekedték ugyanis, ami gonosz az Úr színe előtt, és megfeledkeztek az ő Urukról, Istenükről, s a báloknak és az astartéknak szolgáltak. Ezért az Úr megharagudott Izrael fiaira, és Kúsán rasátaimnak mezopotámia királyának kezébe adta őket, mire nyolc esztendeig annak szolgáltak. Ekkor az Úrhoz kiáltottak, s ő szabadított, támasztott nekik, hogy megszabadítsa őket. Otoniel kenez fiát, Káleb öccsét. Rászállt ugyanis az úr lelke, s bírája lett Izraelnek, és kiment a harcba, s az úr kezébe adta Kúsán rasátaimat, Szíria királyát, s ő legyőzte őt. Aztán nyugta volt az országnak negyven esztendeig, és Otoniel kenez fia meghalt. Ám Izrael fiai ismét azt cselekedték, ami gonosz az úr színe előtt. Ekkor ő erőt adott velük szemben Eglonnak, Moab királyának, mivel azt cselekedték, ami gonosz az úr színe előtt, s mellé adta Ammonnak és Amaleknek fiait. Erre az felvonult, megverte Izraelt és elfoglalta a Pálmák városát mire Izrael fiai 18 esztendeig Eglonnak, Moab királyának szolgáltak. Akkor aztán az úrhoz kiáltottak, és ő szabadítót támasztott nekik, név szerint Áodot, Gerának, Jemini fiának a fiát, aki a bal kezét úgy használta, mint más a jobb kezét. Általa ugyanis ajándékot küldtek Izrael fiai Eglonnak, Moab királyának. Ő akkor egy kétélű kardot készített magának, amelyen tenyérnyi hosszú markolat volt, s azt felkötötte a köntöse alá a jobb csípőjére. Így vitte el az ajándékot Eglonnak, Moab királyának. Eglon pedig igen kövér ember volt. Amikor aztán átadta neki az ajándékot, egy darabig elkísérte társait, akik vele jöttek de Gilgálból, ahol a bálványok voltak, visszatért, s beüzent a királynak. Bizalmas szavam volna hozzád, ó király! Erre az csendet parancsolt, s amikor mindenki kiment, aki körülötte volt, Áod bement hozzá, ő nyári termében ült egyedül, és azt mondta, Isteni üzenetem van a számodra. Erre ő legott felkelt trónjáról. Ekkor áod kinyújtotta a bal kezét, és előrántotta a jobb csípőjéről a tört, és beledöfte Eglon hasába. Akkor erővel, hogy a penge után a markolat is beleszaladt a sebbe, és beleszorult a kövér hájba. Ki sem húzta a kardot, hanem amint beledöfte, úgy hagyta a testben. És a természet elrejtett helyén legott kiomlott belének sara. Erre Áod gondosan bezárta és erre teszelte a terem ajtóit, s a hátsó ajtón kiment. Amikor aztán előjöttek a király szolgái, és látták, hogy a terem ajtói be vannak zárva, azt mondták, nyilván szükségét végzi nyári kamrájában. Amikor azonban már oly sokáig várakoztak, hogy szinte szégyelték, s látták, hogy senki sem nyit ajtót, vették a kulcsot, benyitottak, s ott találták urukat a földön elterülve, halva. Amíg ők zavarban voltak, Áod elmenekült és elhaladt a bálványok helye mellett, ahonnan visszament és eljutott Szeírába. Efraim hegységén aztán legott, megfújta a harsonát, mire Izrael fiai az ő vezetésével leereszkedtek vele a hegységről. Azt mondta ugyanis nekik, kövessetek, mert az Úr a kezünkbe adta ellenségeinket, a moabitákat. Leereszkedtek tehát utána, és elfoglalták a Jordánnak Moabba vezető átkelőit, és nem engedtek átkelni senkit, hanem úgy megverték a moabitákat abban az időben, körülbelül tízezer csupa erős és vitéz embert, hogy egy sem tudott megmenekülni közülük. Így Moab megalázkodott azon a napon Izrael keze alatt, és az országnak nyugta volt nyolcvan esztendeig. Ő utána Samgár Ánát fia következett. Ő egy szántóvassal megvert a filiszteusok közül 600 embert, és ő is megvédte Izraelt. Negyedik fejezet Áod halála után azonban Izrael fiai ismét azt cselekedték, ami gonosz az úr színe előtt, és ezért az úr Jábinnak, Kánaán azon királyának a kezébe adta őket, aki hátszorban uralkodott, és akinek hadvezérét Siserának hívták. Ez a nemzetek harós lakott. Ekkor Izrael fiai az úrhoz kiáltottak, mert neki 900 kaszás szekere volt, és húsz esztendőn át nagyon nyomorgatta őket. Debóra proféta nő, Lápidót felesége bíráskodott ebben az időben a nép felett. A róla elnevezett pálmafa alatt ült törvényt, Ráma és Bétel között, Efraim hegységén, s hozzájártak fel Izrael fiai minden ügyük megítélésére. Ő elküldött és elhívatta bárákot, Abinoem fiát Kádes Naftaliból, és azt mondta neki. Ezt parancsolta neked az Úr, Izrael Istene. Eredj, vigyél hadsereget a tábor hegyére, s magad mellé tízezer harcost, Naftali fiai és Zebulon fiai közül, és én kivonultatom ellened a Kíson patakhoz Siserát, Jábin hadvezérét, harci szekereivel és egész seregével együtt, és a kezedbe adom. Bárák ekkor így szólt. Ha velem jössz, elmegyek. Ha nem akarsz velem jönni, nem megyek. Erre ő azt felelte neki: Jó, hát elmegyek veled, de ezúttal a győzelmet nem neked fogják tulajdonítani, mert Sisera asszony kezébe fog kerülni. Fel is készült Debóra, és elment bárákkal kádesbe. Erre ő összehívta Zebulont és Naftalit, és tízezer harcossal Debóra kíséretében felvonult. A Kenita Héber pedig elvált egykor a többi Kenitától, Hóbáb testvéreitől, Mózes rokonának fiaitól, és sátrait azon a területen ütötte fel, amely a Szenném nevű kedes mellett levő völgyig húzódott. Amikor aztán hírül vitték Siserának, hogy bárák Abinoem fia felvonult a tábor hegyére, ő egybegyűjtötte 900 kaszás szekerét, és egész hadseregét a nemzetek egyjéből a Kíson patakhoz. Azt mondta ekkor Debóra báráknak. Rajta, mert ez az a nap, amelyen az úr a kezedbe adja siserát, íme, ő maga lesz vezéred. Leszállt tehát bárák a tábor hegyéről, s vele a tízezer harcos, és az úr úgy megrettentette siserát és minden harci szekerét és egész seregét a kard élével, bárák színe előtt, hogy sisera leugrott szekeréről és gyalog lábbal menekült, és bárák egészen a nemzetek egyjéig kergette, a szaladó harci szekereket meg a hadsereget, és az ellenség egész sokasága egy szálig elhullott. Sisera futva, Jáhelnek a Kenita Héber feleségének sátrához tartott, mert Jábin hátszor királya, és a Kenita Héber háza között békesség volt. Ekkor Jáhel kiment sisere elé, és azt mondta neki, Térj be hozzám, uram, térj be, ne félj! Ő be is tért Jáhel sátrába, s miután ez a takaróval betakarta, azt mondta neki, adj kérlek egy kis vizet, mert nagyon szomjazom. Erre ez felnyitotta a teljes tömlőt, inni adott neki, aztán megint betakarta. Azt mondta ekkor neki is Állj ki a sátor ajtajába, s ha valaki jön és megkérdezi, van-e itt valaki? Feled azt, nincsen. Jáhel Héber felesége azonban vette a sátor cöveket, s fogta a kalapácsot is, és csendesen belopózott. Ráillesztette a cöveket halántékára, a kalapáccsal beleverte agyvelejébe és leütötte a földig. Az egyesítette az álmot a halállal, kiszenvedett és meghalt. Amikor aztán íme bárák, aki siserát hajszolta odaért, Jáhel kiment eléje és azt mondta neki: Gyere! megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Ő betért hozzá, s látta, hogy Sisera ott fekszik halva, s a cövek a halántékában van. Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, Kánoán királyát, Izrael fiai előtt, ők pedig napról napra erősebbek lettek, és egyre erősödő kézzel addig szorították Jábint, Kánoán királyát, amíg el nem törölték. Ötödik fejezet. Azon a napon így énekelt Debóra és bárák Abinoem fia. Ti, akik Izraelből önként veszélynek tettétek ki magatokat, áldjátok az urat. Halljátok, királyok, hallgassátok meg, fejedelmek, amit én az úrnak énekelek az Úrnak, Izrael Istenének zengek. Uram, amikor kijöttél Szehírből és átvonultál Edom mezein, megrendült a föld. Vizet csepegtettek az egek és a felhők, elolvadtak a hegyek az Úr színe előtt, s a sínai az Úrnak, Izrael Istenének színe előtt. Samgárnak, Ánát fiának napjaiban, Jáhel napjaiban pihentek az utak, s akik utaztak, félreeső ösvényeken jártak. Nem voltak hősök Izraelben, bizony nem voltak. Amíg fel nem kelt Debóra, fel nem kelt Izraelnek anyja. Akkor új harci módot választott az úr. Ő maga rontotta le az ellenség kapuit, Lehetette látni pajzsot vagy dárdát 40 ezer izraelitánál? Szívem szereti Izrael fejedelmeit. Ti, akik önként veszélynek tettétek ki magatokat, áldjátok az urat. Ti, akik nyargaltok pompás szamarakon, ültök a törvényben, jártok az úton, zengjetek! Ahol összetörtek a harci szekerek s megfulladt az ellenség serege, ott hirdessék az Úr igazságosságát, Izrael hősei iránt való jóságát, Mert immár lement az Úr népe a kapukhoz, És visszanyerte birodalmát. Kej fel, kej fel, Debóra, Kej fel, kej fel, s zengj éneket, kelj fel, bárák, s fogd meg fogjaidat, Abinoem fia! Megszabadult a nép maradéka, az úr harcolt a hősök által. Az Amalek hegyén lakó Efraimiak törölték el az ellenséget, mögöttük a Benjaminiták törtek népeidre, ó Amalek. Mákírból fejedelmek jöttek le, Zebulonból hadvezérek, Isszakár vezére is Debórával tartottak, s követték bárák nyomdokait, aki úgy vetette magát a veszedelembe, mint valami mélységbe. Ám a rúbeniták meghasonlottak egymással, nagy tanácsuk között vetélkedés honolt. Miért maradtál a két határ között, hogy furulja szót hallgass a nyájaknál? Ám a rúbeniták meghasonlottak egymással, nagy lelkük között vetélkedés honolt. Gileád a Jordánon túl pihent, Dán a hajóival foglalkozott, Áser a tenger partján maradt, s kikötőiben tartózkodott. Zebulon és Naftali kitették magukat a halálnak a Meróme mezőn. Eljöttek a királyok és hadakoztak, Kánaán királyai harcba bocsátkoztak tánáknál megiddó vizei mellett, de semmi zsákmányt sem szereztek, mert az égből harc indult ellenük, helyükről és pályájukról harcra keltek siserával a csillagok. Elsodorta tetemüket a kíson patak, a kadumim patak kíson patak. Tipord csak lelkem hatalmasaikat. Lehullott a lovak körme, oly száguldva futottak. Az ellenség hősei oly hanyat homlok rohantak. Átkozzátok meg Meróz földjét, mondja az úr angyala, szórjatok átkot lakosaira, mert nem jöttek az úr segítségére, hőseinek megsegítésére. Áldott az asszonyok közt Jáhel, a Kenita Héber felesége. Áldott legyen sátrában. Amikor az vizet kért, ő tejet adott neki. Fejedelmi csészében vajat nyújtott neki. Balkezével a cövek után nyúlt, jobbjával az ácskalapács után, s ütötte siserát, helyet keresve fején a sebnek, s nagy erővel átfúrva a halántékát. Az ő lába között fetrengett, múlt ki és halt meg, az ő lába előtt hempergett és terült el élettelenül, nyomorultan. Kinézett az ablakon és jajgatott az anyja, és a felső teremből azt mondogatta. Miért késik megjönni szekere, miért késik fogatainak lépte? Feleségeinek legokosabbika anyósának ezt a választ adta. Nyilván most osztja szét a zsákmányt, neki választják ki az asszonyok legpompásabbját. Tarka ruhákat adnak siserának zsákmányul, és mindenféle ékszert hordanak össze nyakékül így veszten el, Uram, valamennyi ellenséged, de akik szeretnek téged, úgy ragyogjanak, mint ahogy tündöklik felkeltekor a nap. Aztán nyugta volt az országnak negyven esztendeig. Hatodik fejezet Ám Izrael fiai ismét azt cselekedték, ami gonosz az úr színe előtt, és azért ő hét esztendőre a mádiániták kezébe adta őket. Ezek annyira megnyomorgatták őket, hogy ők a hegyekben levő üregeket és barlangokat, meg az erődöket használták fel maguknak oltalmul. Mihelyt ugyanis befejezte Izrael a vetést, feljöttek a mádiániták, s az amalekiták, meg a többi napkeleti népség, s felütötték nála a sátraikat, s úgy, ahogy a vetés állt, mindent elpusztítottak egészen gáza bejárójáig. S teljességgel semmi élelmiszert sem hagytak Izraelben, sem juhot, sem marhát, sem szamarat. Nyájas túl, sátras jöttek fel, és úgy elleptek mindent, mint a sáskák, nem volt se szeri, se száma embereiknek, s tevéiknek, és amit értek, elpusztítottak. Izrael pedig nagyon elszegényedett a mádiániták miatt. Ekkor az úrhoz kiáltottak és segítséget kértek a mádiániták ellen. Ő egy prófétát küldött hozzájuk, aki ezt mondta nekik. Ezt üzeni az úr Izrael istene. Én felhoztalak titeket Egyiptomból, kihoztalak titeket a rabszolgaság házából, kiszabadítottalak titeket az egyiptomiaknak s mindazon ellenségeiteknek a kezéből, akik sanyargattak titeket, s kiűztem őket előletek, s nektek adtam földjüket. Azt mondtam azonban, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem akartatok hallgatni szavamra. Aztán elment az úr angyala, s leült az alatt a tölgyfa alatt, amely Efrában volt, és Joáshoz Ezri nemzetségének atyához tartozott. Amikor annak a fia Gedeon éppen gabonát csépelt és tisztított a sajtóban, hogy megmentse a mádiániták elől, megjelent neki az úr angyala, és azt mondta, Az úr veled, hős vitéz! Gedeon megkérdezte tőle. Kérlek, uram, ha velünk van az úr, miért ért minket mindez? Hol vannak azok a csodái, amelyekről atyáink beszéltek, amikor azt mondták, az úr hozott ki minket Egyiptomból? Most ugyanis elhagyott minket az Úr, s a mádiániták kezébe adott. Ekkor az Úr rátekintett, és így szólt. Menj el a te saját erőddel és szabadítsd meg Izraelt a mádiániták kezéből! Vedd tudomásul, hogy én küldtelek! Ő azonban megkérdezte: Kérlek, uram, mivel szabadítsam meg Izraelt? Íme nemzetségem a legcsekélyebb manaszéban, és én a legkisebb vagyok apám házában. Az úr erre azt felelte: Én veled leszek s te úgy megvered a mádiánitákat, mintha csak egyetlen egy embert vernél meg. Erre ő így szólt. Ha csak ugyan kegyelmet találtam előtted, adj nekem valami jelt, hogy te szólsz hozzám, és ne menj el innen, amíg vissza nem térek hozzád, s ki nem hozom áldozatomat, és fel nem ajánlom neked. Az úr azt felelte. Itt maradok, amíg vissza nem jössz. Erre Gedeon bement, megfőzött egy gödőjét, egy véka lisztből kovásztalan kenyeret készített, aztán a húst egy kosárba tette, a hús levét pedig egy fazékba öntötte, s kivitte mindezt a tölgy alá, s felajánlotta neki. Az úrangyala ekkor azt mondta neki, vedd a húst meg a kovásztalan kenyeret, Stedd erre a sziklára, a levet pedig önsd rá. Amikor ő ezt megtette, az úrangyala oda a kezében levő bot végét, s megérintette vele a húst és a kovásztalan kenyeret. A sziklából tűz szállt fel, s megemésztette a húst s a kovásztalan kenyeret. Erre az úrangyala eltűnt szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az úrangyala volt az, így szólt. Jaj nekem, Uram Isten, mert színről színre láttam az úrangyalát. Ám az úr azt mondta neki. Béke veled, ne félj, nem hallsz meg. Erre Gedeon oltárt épített ott az úrnak, s elnevezte azt az úr békéjének. Ott is van mind a jelen napig Abijézer fiainak efrájában. Ugyanazon éjjel azt mondta az úr neki, vedd apád bikáját, és pedig a másodikat, a hétesztendős bikát, ronzsd le apád baál oltárát, vágd ki az oltár körül levő berket, és építs oltárt az úrnak, a te Istenednek ennek a sziklának a tetején, ahova az előbb az áldozatot helyezted. Aztán vedd a második bikát, és mutasd be egészen elégű áldozatul azon a farakáson, amelyet majd a berekből kivágsz. Erre Gedeon maga mellé vett tíz embert a rabszolgái közül, s úgy cselekedett, ahogy az úr parancsolta. Mivel azonban félt apja háza népétől s a város embereitől, nem akarta nappal megtenni, hanem éjjel végzett el mindent. Amikor aztán reggel a város emberei felkeltek, látták, hogy baál oltára le van rontva, a berek kivágva, s a második bika rátéve az akkor épült oltárra. Erre azt mondták egymásnak, ki művelte ezt? Amikor aztán kutatták a dolog szerzőjét, azt mondták nekik, Gedeon, Jóás fia cselekedte mindezt. Erre így szóltak Jóáshoz, Hozd ki ide a fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta bál oltárát, és kivágta a berket. Ő azonban ezt felelte nekik. Hát ti álltok bosszút Bálért, hogy ti hadakoztok, érte? Aki harcol Bálért, holnap reggelig meghal. Ha ő Isten, álljon ő maga bosszút azon, aki lerontotta oltárát. Ettől a naptól kezdve Gedeont Jerubaálnak nevezték, azért, mert Jóás azt mondta, bál maga álljon bosszút azon, aki lerontotta oltárát. Erre a mádiániták, az ammalekiták, s a keleti népek valamennyien egybe sereglettek, s átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezrael völgyében. Ekkor az úr lelke megszállta Gedeont, mire ő megfújta a harsonát, és összehívta Abiézer házát, hogy kövesse. Követeket küldött egész Manasséba s azok is követték, más követeket pedig Áserbe, Zebulomba és Naftaliba, s azok is csatlakoztak hozzá. Azt mondta ekkor Gedeon az úrnak, ha csak ugyan meg akarod szabadítani kezem által Izraelt, amint mondtad, Leteszem a gyapjú fürtöt a szérűre, s ha csak magán a gyapjún lesz harmad, de a föld teljesen száraz marad, tudni fogom, hogy megszabadított kezem által Izraelt, amint mondtad. Úgy is lett. Amikor ugyanis reggelre kelve kifacsarta a gyapjút, egy csészét töltött meg a harmattal. Azt mondta erre Istennek, ne gerjedjen fel haragod ellenem, ha még egy próbát teszek, s jelet keresek a gyapjún. Kérlek, maradjon maga a gyapjú száraz, az egész föld pedig legyen harmattól nedves. Úgy is cselekedett Isten azon az éjszakán, ahogy ő kívánta. Maga a gyapjú száraz maradt, az egész föld pedig harmatos lett. Hetedik fejezet. Erre Jeróba áll, azaz Gedeon, az egész velelevő levő néppel együtt korareggel felkelt és elment a harod nevű forráshoz, a Mádiániták tábora magas halomtól északra, a völgyben volt. Az úr ekkor azt mondta Gedeonnak: Sok a veled levő nép, nem adom kezébe a mádiánitákat, hogy ne dicsekedjék velem szemben Izrael, és nehogy azt mondja, a maga merejéből szabadultam meg. Szólj a néphez, s hirdest ki minnyájuk hallatára, aki fél és retteg, térjen vissza. Erre eltávozott Gileád hegyéről, és visszatért a népből 22 ezer ember, és csak tízezer maradt. Az úr ekkor azt mondta Gedeonnak, még mindig sok a nép, vezesd őket a vízhez, s ott majd kipróbálom őket. Akiről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen. Akinek megtiltom, hogy menjen, az térjen vissza. Amikor aztán a nép lement a vízhez, azt mondta az úr Gedeonnak akik nyelvükkel nyalják fel a vizet, mint ahogy a kutya nyalja, azokat választ külön, akik pedig térdre esve isznak, azok maradjanak a másik csoportban. Azoknak az embereknek a száma, akik a vizet kezükkel a szájukhoz véve itták, háromszáz volt, a többi sokaság mind térdre esve ivott. Azt mondta ekkor az úr Gedeonnak. Azáltal a háromszáz ember által szabadítalak meg titeket, s adom kezedre a mádiánitákat, aki nyelvével nyalta a vizet. Az egész többi sokaság térjen vissza lakóhelyére. Miután tehát amazok magukhoz vették a számuknak megfelelő eleséget és harsonát, megparancsolta az egész többi sokaságnak, hogy vonuljon sátraiba, ő maga pedig, a háromszáz emberrel felkészült a harcra. A mádiániták tábora lent volt a völgyben. Ugyanazon az éjszakán azt mondta az úr neki, Kelj fel, menj le a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha félsz egyedül lemenni, menjen le veled fára a legényed is, és ha majd meghallod, mit beszélnek ott, erőre kap kezed, és akkor bátran rajta jutsz az ellenség táborán. Lement tehát ő és a legénye fára a tábornak arra a részére, ahol a fegyveresek őrségei voltak. A mádiániták, az amalekiták s a keleti népek valamennyien ott feküdtek a völgyben, s azt úgy előzönlötték, mint a sáskák sokasága. Tevéik is épp oly számlálhatatlanok voltak, mint a tenger partján fekvő föveny. Amikor Gedeon odaért, az egyik ember éppen álmát beszélte el a szomszédjának, és pedig ilyen módon beszélte el, amit látott. Álmot láttam, és úgy tűnt nekem, mintha egy hamuban sült árpa kenyér gurult és szállt volna le a mádiániták táborára, s amikor a sátorhoz jutott, neki vágódott, s felfordította, és teljesen egyenlővé tette a földdel. Így felelt az, akinek beszélt. Nem más ez, mint Gedeonnak, Joás fiának, az izraelita férfinak kardja. Kezébe adta ugyanis az úr a mádiánitákat, s egész táborukat. Amikor Gedeon hallotta az álmot és magyarázatát, leborult. Aztán visszatért Izrael táborába, és azt mondta, Keljetek fel, mert az úr kezünkbe adta a mádiániták táborát. Majd három részre osztotta a háromszáz embert, harsonát adott a kezükbe, meg egy-egy üres korsót, s a korsóba fákját. Aztán azt mondta nekik, amit láttok, hogy én teszek, azt tegyétek. Behatolok a tábor szélére, s amit teszek, kövessétek. Ha megharsan a harsonak kezemben, ti is fújjátok meg a harsonákat a tábor körül, s kiáltsátok minnyájan, az úrért és Gedeonért. Erre Gedeon s a velelevő 300 ember behatolt a tábor szélére, az éjféli őrködés kezdetén, éppen az őrök felállítása után, és megfújta a harsonákat és összeverte a korsókat. Fújták a harsonákat három helyen a tábor körül, összetörték a korsókat, tartották a bal kezükben a fákjákat, jobb kezükben a zengő harsonákat, és kiáltották, kardra az úrért és gedeonért, és ott állt mindegyikük mozdulatlanul a maga helyén az ellenséges tábor körül. Ekkor az egész tábor megzavarodott, s kiáltozva, s ordítozva megfutamodott. Miközben a háromszáz ember rendületlenül fújta a harsonákat. Az úr ugyanis kardot bocsátott az egész táborra, és ők egymást ölték, vágták. El is szaladtak Bétsettáig, és a Tebbátnál lévő Ábel mehulai partig. Erre összehívták egymást Izrael fiai Naftaliból, Áserből és egész Manasszéból, és üldözőbe vették a Mádiánitákat. Ugyanakkor Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére, és azt üzente: Menjetek le a Mádiániták elé, és szájátok meg Bédberáig a vizeket és a Jordánt. Erre egész Efraim elfoglalta előlük bétberáig a vizeket, meg a Jordánt, és elfogott két mádiánit a fejedelmet, Órebet és Zebet, és Órebet megölte az Óreb sziklán, Zebet pedig a Zebprésben, és megkergette a mádiánitákat. Óreb és Zeb fejét pedig elvitte Gedeonhoz a Jordán folyontúra. Nyolcadik fejezet Azt mondták akkor neki Efraim férfiai. Mit akartál elérni azzal, hogy minket nem hívtál meg, amikor hadba mentél a mádiániták ellen? És hevesen pereltek, s csak nem erőszakoskodtak vele. Ő azt felelte nekik. Mit tudtam én cselekedni ahhoz képest, amit ti cselekedtetek? Nem ére többet Efraim böngészése Abjézer szüretjénél. A ti adta az úr a mádiániták fejedelmeit, órebet és zebet. Mit tudtam én cselekedni ahhoz képest, amit ti cselekedtetek? Amikor ezt mondta, lecsendesedett az ellene háborgó lelkük. Amikor pedig Gedeon a Jordánhoz ért, Átkelt rajta azzal a háromszáz emberrel, aki vele volt, de a kimerültség miatt nem tudták üldözni a menekülő ellenséget. Azt mondta tehát szukkót embereinek: Adjatok, kérlek, egy-egy kenyeret a velem levő népnek, mert nagyon kimerült, hogy űzőbe vehessük Zebahot és Szalmonnát, a Mádiániták királyait. Így feleltek szukkót fejedelmei talán bizony már a kezedben van Zebachnak és Zalmunnának a kezefeje, és azért kívánod, hogy adjunk seregednek kenyeret? Ő azt mondta nekik, ezért, ha majd kezembe adja az úr Zebachot és Zalmunnát, összetöröm testeteket a puszta töviseivel és Erre felment onnan Fánuelbe, és ennek a helységnek embereihez is hasonlóképpen szólt, de ezek is azt felelték neki, amit szukkót emberei feleltek. Azért ezt mondta nekik, ha majd békességben győzedelmesen visszatérek, lerontom ezt a tornyot. Zebach és Szalmunna ekkor egész seregével együtt pihent. Tizenötezen ember maradt ugyanis a keleti népek egész seregéből, amíg a megöltek száma 120 ezer kartforgató harcos volt. Felment tehát Gedeon a sátorlakók útján, amely Nóptól és Jegbaától keletre van, és megverte a magát biztonságban érző és semmi bajtól sem tartó ellenség táborát. Erre Zebach és Calmunna futásnak eredtek, de Gedeon üldözőbe vette és elfogta őket, seregüket pedig teljesen szétzavarta. Amikor aztán visszatért a harcból napkelte előtt, szukkót emberei közül, elfogott egy legényt, megkérdezte tőle szukkót fejedelmeinek és véneinek nevét, és felírt 77 férfit. Erre elment szukkótba, és azt mondta nekik, Ímhol, Zebach és Calmunna, akik miatt gúnyolódtatok velem, mondva, talán bizony már kezedben van Zebach és Calmunnak keze? És azért kívánod, hogy adjunk fáradt és kimerült embereidnek kenyeret? Azzal vette a város véneit, meg a puszta töviseit és bolytorjányait, és összetörte, verte velük szukkót embereit. Aztán lerombolta Fánuel tornyát, és megölte a város lakóit. Majd azt mondta Zebachnak és Milyenek voltak azok az emberek, akiket megöltetek a táboron? Azok azt felelték Olyanok, mint te, mindegyikük olyan, mint egy királyfi. Ő ezt válaszolta nekik Akkor az én testvéreim, az én anyámnak a fiai voltak. Az Úr életére mondom, hogy ha meghagytátok volna őket, én sem ölnélek meg titeket. Aztán ezt mondta Jeternek az első szülöttjének. Kelj fel, s öld meg őket. Ám az nem rántott kardot, mert félt, mivel még gyermek volt. Azt mondta erre Zebach és Zalmunna, Te kelj fel, s te ránk, mert kor szerint van ereje az embernek. Gedeon felkelt és megölte Zebachot és Zalmunnát és elvette azokat az égszereket és holdacskákat, amelyekkel a királyi tevék nyakát szokták díszíteni. Azt mondták ekkor Izrael férfiai minnyájan Gedeonnak, Uralkodjál rajtunk, mind te, mind a fiad, mind fiad fia, mert megszabadítottál minket a mádiániták kezéből. Ám ő azt mondta nekik, nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok, fiam sem, az Úr uralkodjék rajtatok! Majd azt mondta nekik: Egy dolgot kérek csak tőletek! Adjátok nekem zsákmányatokból a fülönfüggőket! Az izmailiták ugyanis arany fülönfüggőket viseltek. Azok ezt felelték: Szívesen odaadjuk! Azzal kiterítettek a földre egy köntöst, s rádobták a zsákmányból a fülönfüggőket. A kért fülönfüggők súlya 1700 aranysékel volt, azokon az ékszereken, függőkön s bíborruhákon ruhákon kívül, amelyeket a mádiánita királyok viseltek, és azokon az aranyláncokon kívül, amelyek a tevéken voltak. Ebből aztán Gedeon efódot készített, s azt elhelyezte városában Efrában és paráználkodott azzal egész Izrael, s az Gedeonnak s egész háznépének romlására lett. A mádiániták tehát úgy megszégyenültek Izrael fiai előtt, hogy nem is tudták többé felemelni nyakukat, s az országnak nyugta volt negyven esztendeig, amíg Gedeon volt az élén. Jerobaál, Joás fia tehát hazatért és otthon is maradt. Hetven olyan fia volt, aki az ő ágyékából származott, mert több felesége volt. Mellék felesége, akit szíhenben tartott, szintén szült neki egy fiút név szerint Abimeleket. Amikor aztán Gedeon jóás fia jó vénségben meghalt, eltemették Jóásnak apjának sírjában, Ezri nemzetségének Efrájában. Miután azonban Gedeon meghalt, izrael fiai elfordultak és paráználkodtak a baálokkal, és szövetséget kötöttek baállal, hogy ő legyen az istenük, és nem emlékeztek meg az úrról az ő istenükről, aki kiszabadította őket minden körülöttük levő ellenségük kezéből, és nem cselekedtek irgalmasságot Jerobaál Gedeon házával, mindazon jó tettek ellenére sem, amelyet ő cselekedett Izraellel. Kilencedik fejezet Ekkor Abimelek Jeroboál fia elment Szíhembe anyja testvéreihez és szólt hozzájuk, s anyja apai házának egész nemzetségéhez ezeket mondva. Szóljatok szíhem valamennyi emberéhez. Mi jobb nektek? Az-e, hogy hetven ember jeróba valamennyi fia uralkodjon rajtatok, vagy az, hogy egy ember uralkodjon rajtatok? Vegyétek tekintetbe azt is, hogy én csontotok és húsotok vagyok. Anya testvérei el is mondták róla mindezeket a dolgokat, szíhem valamennyi emberének, s abimelek felé hajlították azoknak a szívét, mert azt mondták, testvérünk ő nekünk. Erre azok hetven sékel ezüstöt adtak neki Baalberit templomából, s azon ő szűkölködő és csavargó embereket fogadott magának, hogy kövessék. Aztán elment Efrába, apja házába, s megölte testvéreit, Jerobaál fiait, a hetven férfit egy kövön csak Jótám Jeroboál legkisebbik fia maradt meg, mert az elrejtőzött. Erre összegyűlt szíhem minden embere és Milló városának valamennyi családja, és elmentek, és királyá tették Abimeleket, az alatt a tölgyfa alatt, amely szíhemnél állott. Amikor ezt hírő vitték Jótámnak, ő elment, s megállt a Garizim hegyének tetején, és harsány hangon kiáltva így szólt. Hallgassatok meg, szíhem emberei, hogy Isten meghallgasson titeket. Elmentek a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Azt mondták azért az olajfának, uralkodj rajtunk. Az így felelt, elhagyhatnám-e zsiradékomat, amelyet Istenek, emberek élveznek, s elmehetnék-e, hogy a fák között ide-oda mozogjak? Azt mondták erre a fák a fügefának. Gyere, s vedd át közöttünk az uralkodást! Az ezt felelte nekik. Elhagyhatnám-e édességemet és pompás gyümölcseimet, s elmehetnék-e, hogy a többi fák között ide-oda mozogjak? Azt mondták erre a fák a szőlőtűnek. Gyere! és uralkodj rajtunk. Az ezt felelte nekik. Elhagyhatnám-e boromat, amely Istent és embert felvidít, hogy a többi fa között ide-oda mozogjak? Azt mondták erre a fák minnyájan a galagonyának. Gyere, és uralkodj rajtunk! Az ezt felelte nekik. Ha csak ugyan királyotokká tesztek, gyertek, s pihenjetek meg árnyékomban, de ha ezt nem akarjátok, jöjjön ki tűz a galagonyából, s emészze meg a Libanon cédrusait. Nos tehát, ha becsülettel s bűn nélkül tettétek királyotokká abimeleket, s ha jól cselekedtetek Jerobaállal s házával, s megháláltátok jó téteményeit, ő hadakozott, értetek, s veszélynek tette ki életét, hogy megszabadítson titeket a mádiániták kezéből. Ti pedig most felkeltetek apám háza ellen, s megöltétek fiait, a hetven férfit egy kövön, és abimeleket az ő rabszolganőjének a fiát tettétek szíhem lakóinak királyává, azért, mert a testvéretek. Tehát, ha becsülettel, s vétek nélkül jártatok el Jeroboállas házával, akkor örüljetek ma Abimeleknek, s ő is örüljön nektek. Ha azonban gonoszul, jöjjön ki tűz belőle, s emészze meg Szíhem lakóit, s Milló városát, s jöjjön ki tűz Szíhem embereiből, s Milló városából, s emészze meg Abimeleket. Ezt mondta, aztán elfutott és elment Beherbe. Ott telepedett meg, mert félt fivérétől, Abimelektől. Így uralkodott Abimelek Izraelen három esztendeig. Akkor az úr gonosz lelket küldött Abimelek és Szíhem lakói közé, és azok elkezdték őt utálni, és Jeroboál hetven fia megölésének védkét és vére Abimelekre, a testvérükre meg a szíhemiek többi főemberére, az ő segítő társaira hárítani. Azért csapdát állítottak neki a hegyek tetején, s amíg odajöttére várakoztak, kirabolták és kifosztották az arra menőket. Ezt hírül vitték Abimeleknek. Ugyanakkor odaérkezett Gaál, Obed fia a testvéreivel együtt, s átment Szíhembe. Ennek eljövetelére neki bátorodtak Szíhem lakói, s kimentek a mezőkre, leszüretelték a szőlőket, kipréselték a fürtöket, éneklő karokba oszlottak, s bementek Istenük templomába, s ott lakoma s pohár között szidalmazták abimeleket. Gaál Obed fia azt kiáltotta csoda abimelek és micsoda szíhem, hogy szolgáljunk neki. Nem de Jeroboál fia és Zebult a szolgáját nevezte ki helytartónak, Emor szíhem atyának emberei fölé? Miért szolgáljunk tehát neki? Csak adná valaki kezem alá en népet, hogy eltávolíthatnám abimeleket. Erre megüzenték abimeleknek. Gyűjts hatalmas sereget, és jöjj! Amikor ugyanis Zebul, a város kapitánya, Gaálnak, Obed fiának beszédeit meghallotta, igen megharagudott, s titkon követeket küldött Abimelekhez ezzel az üzenettel. Íme, Gaál, Obed fia szíhenbe jött a testvéreivel, és harcra tüzeli ellened a várost. Éppen azért kerekedj fel az éjszaka a veled levő néppel együtt, és állj lesben a mezőn. Kora reggel, napkeltekor pedig roncs a városra, s amikor ő kivonul ellened népével, tegyél vele azt, amit csak bírsz. Erre Abimelek éjjel egész seregével együtt felkerekedett, és szíhen mellett négy helyen csapatokat helyezett lesbe. Amikor aztán Gaál Obed fia kijött és megállt a város kapujának bejárójában, Abimeleks az egész velelevő sereg felkelt a leshelyről. Amikor Goál a népet meglátta, azt mondta Zebulnak: Íme valami sereg ereszkedik le a hegyekről. Az így felelt neki: A hegyek árnyékát nézette emberi fejeknek azt téveszt meg téged. Ám Gaál ismét szólt, íme valami nép ereszkedik alá a táj köldökéről, s egy csapat jön azon az úton, amely a tölgyfára néz. Azt mondta ekkor neki Zebul, hol van most a szád, amelyel azt mondtad, kicsoda abimelek, hogy szolgáljunk neki. Nem, de ez az a nép, amelyet becsméreltél? Eredj ki, s kell harcra vele. Ki is vonult Gaál a szíhemiek népének láttára, s harcra kelt Abimelekkel, de megfutamodott, s az üldözőbe vette és bekergette a városba. Miközben a város kapujáig igen sokan elestek Gaál részéről. Aztán Abimelek Rúmában helyezkedett el, Zebul pedig kiűzte Gaált stársait a városból, s nem tűrte, hogy ott tartózkodjanak. Másnap aztán kiment a nép a mezőre. Amikor ezt hírül vitték Abimeleknek, ő vette seregét, három csapatra osztotta, és lesben állt a mezőn. Amint aztán meglátta, hogy a nép kijött a városból, felkelt és rájuk rontott. A maga csapatával ostromalá vette és körülfogta a várost, a másik két csapat pedig a mezőn kószáló ellenség után nyomult. Abimelek egész nap ostromolta a várost, végül pedig bevette, lakosait leölte, magát a várost pedig lerombolta, és sót hintett rá. Amikor ezt a szíhemiek tornyának lakói meghallották, bementek Berit istenük templomába, oda, ahol a szövetséget kötötték vele, amiről a hely a nevét is kapta. Ez ugyanis igen meg volt erősítve. Amint Abimelek meghallotta, hogy a szíhemiek tornyának emberei mind oda gyűltek, felment egész népével együtt a Szelmon hegyére, fejszét ragadott, levágott egy faágat, a vállára tette, elvitte, és azt mondta társainak, amit láttok, hogy én cselekszem, cselekedjétek gyorsan ti is. Erre azok is gyorsan egy-egy faágat vágtak, és követték a vezért, majd körülrakták és felgyújtották a várat, és így az történt, hogy a füst és a tűz megölt mint egy ezer embert, minden férfit és asszonyt, aki Szíhem tornyának lakója volt. Aztán elindult onnan Abimelek és Tebesz városához ment, s azt körülvette és megszállta hadával. A város közepén azonban egy magas torony volt, abba menekült minden férfi és asszony, s a város minden főembere. Jó erősen bezárták az ajtót, s a torony tetejére a bástyákra álltak. Ezért Abimelek a toronyhoz vonult, és erős ostrom alá vette. Megközelítette az ajtót, s arra törekedett, hogy tüzet tegyen alá. Ekkor íme fölülről egy asszony lehajított egy malomkő darabot, és eltalálta Abimelek fejét, és bezúzta koponyáját. Erre ő gyorsan odahívta a fegyverhordozóját, s azt mondta neki, Ránst ki kardodat, s ölj meg, hogy azt ne találják mondani, hogy asszony ölt meg engem. Azt teljesítette a parancsot, s megölte. Miután meghalt, mindazok, akik vele voltak Izraelből, visszatértek lakóhelyükre. Így törölte meg Isten azt a gonosságot, amelyet Abimelek az apja ellen elkövetett, amikor megölte hetven testvérét. A szíhemieknek is megfizetett azért, amit tettek, és így teljesedett rajtuk Jótámnak, Jerobál fiának átka. Tizedik fejezet. Abimelek után tóla. Fúának, Abimelek nagybátyjának fia lett Izrael vezére. Iszakárból való ember volt, s az Efraim hegységén levő Sámírban lakott. 23 esztendeig bíráskodott Izraelen, aztán meghalt, és eltemették Sámírban. Utána a Gileádi Jair következett, ő 22 esztendeig bíráskodott Izraelen harminc fia volt, akik harminc szamácsikon nyargaltak, s harminc város fejedelmei voltak. Utóbbiakat az ő nevéről Hávót Jairnak, azaz Jair városainak hívják mind a mai napig. Gileád földjén vannak. Amikor Jair meghalt, a Kámon nevű helységben temették el. Izrael fiai azonban régi bűneikre újakat halmoztak, s azt cselekedték, ami gonosz az úr színe előtt. Bálványoknak, a baáloknak és az astartéknak, Szíria, Szidon, Moáb, Ammon fiai és a filiszteusok isteneinek szolgáltak, az urat pedig elhagyták és nem tisztelték. Ezért az úr megharagudott rájuk, a filiszteusoknak és Ammon fiainak a kezébe adta őket. Ezek 18 esztendőn keresztül nagyon sanyargatták és nyomorgatták közülük mindazokat, akik a Jordánon túl, az Amoriták földjén Gileádban laktak, sőt Ammon fiai a Jordánon is átkeltek, hogy kifosszák Júdát, Benjamint és Efraimot. Így Izrael igen szorult helyzetbe került. Ekkor az úrhoz kiáltottak, s azt mondták, Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk a mi istenünket, s a baáloknak szolgáltunk. Azt mondta erre nekik az úr, Nem de az egyiptomiak, az amoriták, ammon fiai, a filiszteusok, a szidoniak, az amalekiták, a kánaániak szorongattak titeket, s amikor hozzám kiáltottatok, Megszabadítottalak titeket kezükből? Ti mégis elhagytatok engem, s más isteneket tiszteltetek. Ezért többé nem szabadítalak meg titeket. Menjetek, s hívjátok segítségül azokat az isteneket, akiket választottatok. Azok szabadítsanak meg titeket szorongattatásotok idején. Azt mondták erre Izrael fiai az úrnak. Vétkeztünk! Bány velünk tetszésed szerint csak most szabadíts meg minket. Ezt mondták, s az idegen istenek valamennyi bálványképét eltávolították határaik közül, s az úrnak az ő istenüknek szolgáltak. Erre ő megindult nyomorúságukon. Ekkoriban összegyülekeztek Ammon fiai, és felütötték sátraikat Gileádban. Erre összegyűltek ellenük Izrael fiai, és tábort ütöttek Mitzpában. Azt mondták ekkor Gileád fejedelmei egymásnak. Aki hadba vezet minket Ammon fiai ellen, legyen Gileád népének feje. 11. fejezet Volt abban az időben egy Jefte nevű Gileádi, aki igen vitéz és harcias férfi volt. Egy parázna nő volt a fia, és Gileádtól származott. Gileádnak azonban felesége volt, s attól fiai lettek. Amikor ezek megnőttek, elűzték Jeftét, és ezt mondták. Te nem örökölhetsz apánk házában, mert más anyától születtél. Erre ő elfutott és eltávozott előlük, és Tób földjén telepedett meg. Ott a szűkölködő és rablásból élő emberek köréje gyűltek, és fejedelmükként követték. Azokban a napokban ammon fiai hadba szálltak Izrael ellen. Mivel már nagyon szorongatták őket, Gileát fejedelmei elmentek, hogy segítségül hozzák Jeftét tób földjéről. Azt mondták neki Gyere, légy vezérünk, s hadakozz Ammon fiai ellen. Ő azt felelte nekik. Nem, de ti vagytok azok, akik gyűlöltetek engem, s elűztetek apám házából? Most hozzám jöttök, mert kényszerít a szükség. Azt mondták erre Gileát fejedelmei Jeftének. Igenis, azért jöttünk most hozzád, hogy gyere velünk, és hadakozz Ammon fiai ellen akkor te leszel a feje mindazoknak, akik Gileádot lakják. Azt mondta erre nekik Jefte. Igazán azért jöttetek hozzám, hogy hadakozzam, értetek? Ammon fiaival, hogy hogyha kezembe adja őket az úr, én legyek a fejedelmetek? Azok ezt felelték neki. Az úr, aki hallja ezt, ő maga legyen közvetítőnk és tanunk, hogy teljesítjük ígéretünket. Erre Jefte elment Gileát fejedelmeivel, s az egész nép a fejévé tette, Jefte pedig megismételte minden szavát az úr előtt, Mitzpában. Aztán követeket küldött Ammon fiainak királyához, hogy mondják a nevében, mi van közöttünk, hogy ellenem jöttél elpusztítani földemet? Az így felelt nekik. Az, hogy Izrael elvette földemet, amikor feljött Egyiptomból, az Arnon szélétől egészen a Jabbokig, s a Jordánig. Add tehát vissza most nekem békességgel. Erre újra üzent általuk Jefte, s azt parancsolta, hogy ezt mondják Ammon királyának. Ezt üzeni Jefte. Izrael nem vette el sem Moab földjét, sem Ammon fiainak földjét. Amikor ugyanis feljött Egyiptomból, s átvonult a pusztán a vörös tengerig és kádesbe jutott, követeket küldött Edom királyához, s azt üzente. Engedd meg nekem, hogy átvonuljak földeden. Az nem járult hozzá kéréséhez, Moáb királyához is elküldött, s az is megtagadta az átvonulás megengedését. Kádesben maradt tehát, majd oldalról megkerülte Edom földjét és Moáb földjét, és eljutott a Moáb földjétől keletre eső vidékre, és az Arnonon túl ütött tábort. Moáb területére nem is akart bemenni, hiszen az Arnon Moáb földjének a határa. Aztán követeket küldött Izrael Sihonhoz, az Amoriták azon királyához, aki Hesbonban lakott, és ezt üzente neki. Engedd meg, hogy átvonuljak földeden a folyóig. De az is megvetette Izrael szavait, s nem engedte meg, hogy átvonuljon területén, sőt egybegyűjtötte mérhetetlen seregét, s kivonult ellene Jászába, s erősen ellenállt. De az Úr Izrael kezébe adta egész seregével együtt, úgy, hogy az megverte őt, és elfoglalta az amoritáknak azon vidék lakóinak egész földjét, s egész területét az Arnontól a Jabbokig, s a Pusztától a Jordánig. Az Úr, Izrael Istene tette tönkre az amoritákat, ő hadakozott ellenük népéért, Izraelért, s te most el akarnád foglalni földjét? Nem de az, amit kámos a te istened elfoglal, az joggal megillett téged. Az tehát, amit az Úr, a mi istenünk, mint győztes elfoglalt, nekünk jár birtokul. A vagy talán külön vagy báláknál, szefor fiánál, moáb királyánál? Be tudod-e bizonyítani, hogy az perbeszállt Izraellel, s hadakozott ellene? Izrael meg Hesbonban és Leányvárosaiban, Ároerben s Leányvárosaiban meg mindazon városokban, amelyek a Jordán mellett vannak, háromszáz esztendő óta lakik. Miért nem kíséreltetek meg semmit sem annyi időn át e követelés dolgában? Nem én vétek tehát ellened, hanem te cselekszel velem gonoszul, amikor igaztalan harcot indítasz ellenem az Úr e napnak bírája, tegyen igazságot Izrael és Ammon fiai között. De Ammon fiainak királya nem hallgatott Jefte szavaira, amelyeket a követek által üzent. Ekkor Jeftét megszállta az Úr lelke, mire ő bejárta Gileádot és Manassét és elment Gileád Mitzpába. Amikor aztán onnan átment Ammon fiai elé, fogadalmat tett az úrnak ezekkel a szavakkal: Ha kezembe adod Ammon fiait, bárki lép ki elsőnek házam ajtaján, hogy elém jöjjön, amikor békességgel visszatérek Ammon fiaitól, bemutatom őt, egészen elégű áldozatul az úrnak. Átment tehát Jefte Ammon fiai elé, hogy hadakozzon ellenük, s az úr a kezébe is adta őket. Így ő igen súlyos vereséget mért rájuk, és verte őket Áruertől kezdve egészen addig, ahol mennét bejutni, húsz városon keresztül, és egészen a szőlőhegyeknél fekvő Ábelig. Így Izrael fiai megalázták Ammon fiait. Amikor aztán Jefte hazatért Mitzpába, elé jött egyetlen lánya, dobokkal és táncoló karokkal, más gyermeken nem is volt neki. Amint ő azt meglátta, megszaggatta ruháját, és azt mondta, Jaj nekem, lányom, csalódást szereztél nekem, és csalódást szereztél magadnak is szavamat adtam ugyanis az úrnak, s azt meg nem másíthatom. Az ezt felelte neki. Apám, ha szavadat adtad az úrnak, hajtsd végre rajtam, amit fogadtál, hiszen megkaptad a bosszú állást, s a győzelmet ellenségeid felett. Majd azt mondta apjának, csak azt az egyet tedd meg nekem, amit kérek, engedj el engem, Hadd menjek két hónapra a hegyekbe, s hadd sírjak szüzességemen barátnőimmel. Az ezt felelte neki. Menj! És elengedte őt két hónapra. Ő el is ment társ és barátnőivel, és sírt szüzességén a hegyekben. Amikor aztán eltelt a két hónap, visszatért apjához, és az úgy cselekedett vele, amint megfogadta, s ő nem ismert meg férfit. Ebből támadt az a szokás, és maradt fenn az a gyakorlat Izraelben, hogy esztendőnként összegyűlnek Izrael leányai, s négy napon át siratják a gileádi Jeftel lányát. 12. fejezet Ekkor azonban Efraimban lázadást támadt. Átmentek ugyanis éjszakra, és azt mondták Jeftének. Miért nem hívtál minket, amikor hadba vonultál Ammon fiai ellen, hogy veled menjünk? Ezért felgyújtjuk házadat. Ő ezt felelte nekik. Nagy perünk volt nekem és népemnek Ammon fiaival. Hívtalak is titeket, hogy nyújtsatok segítséget, de ti nem akartátok megtenni. Amikor ezt láttam, kockára tettem életemet, s átvonultam Ammon fiai elé, s az úr kezembe is adta őket. Mivel érdemeltem meg, hogy hadba szálltok ellenem? Aztán magához hívatta Gilead valamennyi emberét, s harcba bocsátkozott Efraimmal. Gilead emberei megverték Efraimot. Azt mondták ugyanis, a gileádiak Efraimból menekültek el, s úgy telepedtek meg Efraim és Manasse között. A gileádiak ezután megszállták a Jordán átkelőit, amelyeken Efraim vissza akart térni. Amikor aztán egy-egy menekülő Efraimi odajött és azt mondta, kérlek titeket, hadd menjek át, a gileádiak megkérdezték tőle, Efraimi vagy? Ha azt mondta, nem, akkor felszólították, mondd ki tehát, sibbó ami annyit jelent, mint kalász. Aki azt felelte, Sibbó mert ugyanazt a hangot a kalász szóban kiejteni nem tudta, azt legott megfogták, s ott a Jordán átkelőjénél megölték. 42 ezren estek el abban az időben Efraimból. Hat esztendeig bíráskodott a gileádi jefte Izraelen, aztán meghalt és eltemették városában, gileádban. Utána a betlehemi Ipszán bíráskodott Izraelen. Ennek harminc fia és ugyanannyi lánya volt. Utóbbiakat idegenbe küldte és adta férhez, fiainak pedig ugyanannyi számú feleséget szerzett és hozta be házába hét esztendeig bíráskodott Izraelen, aztán meghalt és eltemették Betlehemben. Utána a Zebulonból való Élon következett. Ez tíz esztendeig bíráskodott Izraelen. Aztán meghalt és eltemették Zebulonban. Utána a fárátoni Abdon Hillél fia bíráskodott Izraelen. Negyven fia, azoktól pedig harminc unokája volt. Ezek hetven szamárcsikon lovagoltak. Nyolc esztendeig bíráskodott Izraelen, aztán meghalt és eltemették Fárátonban, Efraim földjén, az Amalekiták hegységén. 13. fejezet Izrael fiai azonban ismét azt cselekedték, ami gonosz az úr színe előtt, s azért ő a filiszteusok kezébe adta őket, negyven esztendőre. Volt azonban egy szórai, dán nemzetségbeli ember, név szerint Mánue. Felesége meddő volt, de az úrangyala megjelent neki, és így szólt hozzá, Te meddő vagy, és nincs gyermeked, de foganni fogsz, és fiút szűz. Óvakodj tehát attól, hogy bort és szeszes italt igyál, vagy valami tisztátalant egyél. Ha fogantál és megszülted a fiút, borotva ne érintse fejét, mert Isten nazírja lesz gyermekségétől és anyja méhétől. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Erre az asszony elment férjéhez, s azt mondta neki, Isten egyik embere jött hozzám, de külseje olyan volt, mint egy angyalé. Igen, félelmetes. Amikor megkérdeztem, kicsoda, honnan jön és mi a neve, nem akarta megmondani nekem, hanem ezt felelte. Íme, foganni fogsz és fiút szülsz. Óvakodj attól, hogy bort és szeszes italt igyál, s valami tisztátalant egyél, mert a gyermek Isten nazírja lesz gyermekségétől fogva, anyja méhétől egészen halála napjáig. Erre Mánue az úrhoz fohászkodott, és azt mondta, Kérlek, Uram, jöjjön el ismét Istennek az az embere, akit küldtél, és tanítson meg minket, mit kell cselekednünk a születendő gyermekkel. Az úr meg is hallgatta a könyörgő Mánuét. Isten angyala ismét megjelent feleségének, amikor éppen a mezőn üldögélt, de Mánue a férje nem volt vele. Amikor meglátta az angyalt, gyorsan férjéhez szaladt, s hírül vitte neki ezekkel a szavakkal. Íme, megjelent nekem az a férfi, akit a múltkor láttam. Erre az felkelt, követte a feleségét, és amikor odaért a férfihez, megkérdezte tőle, Te vagy az, aki az asszonynal beszéltél? Az így felelt, Én. Mánu erre azt mondta neki, Ha majd beteljesedik a beszéded, mit akarsz, mit cselekedjen a gyermek, s mitől kell majd tartózkodnia? Azt mondta erre az úr angyala Mánuénak. Mindattól, amit feleségednek mondtam, tartózkodjék. Semmit se egyen, ami szőlőtőn terem, bort és részegítő italt ne igyon, semmi tisztátalan se egyen, s mindazt, amit parancsoltam neki, teljesítse, s tartsa meg. Azt mondta erre Mánue az úr angyalának. Kérlek, engedj kérésemnek, hadd készítsünk neked egy kecskegödőjét. Az angyal azt felelte neki ha kényszerítesz, sem eszem ételetből, de ha egészen elégű áldozatot akarsz készíteni, ám mutasd be az úrnak. Mánua ugyanis nem tudta, hogy az úr angyala az. Meg is kérdezte tőle. Mi a neved, hogyha majd teljesedik beszéded, megtisztelhessünk? Ő azonban azt felelte neki. Miért kérdezed nevemet, csodálatos az. Erre Mánue elhozta a kecskegödőjét, és a hozzá tartozó ételáldozatot rátette a sziklára, és bemutatta az úrnak. Ekkor az úr csodálatos dolgot cselekedett Mánue és felesége szeme láttára. Amikor ugyanis az oltáról a láng felcsapott az égnek, az úr angyala is felszállt a lángban. Amikor ezt Mánue és felesége látták, arcukkal a földre borultak, de az úrangyala többé nem jelent meg nekik. Ekkor Mánuel legott megértette, hogy az az úrangyala volt, és azt mondta feleségének, meg kell halnunk, mert láttuk Istent. Az asszony azt felelte neki, ha az úr meg akarna ölni minket, akkor nem fogadott volna el egészen elégű áldozatot és ételáldozatot kezünkből. Nem mutatta volna nekünk mindezeket, s nem mondta volna meg a jövendőt. Meg is szülte a fiút, és elnevezte Sámsonnak. Aztán a gyermek felnövekedett, s az úr megáldotta, és Dán táborában Córa és Estaol között kezdett vele lenni az Úr lelke. 14. fejezet Lement tehát Sámson Tamnátába, s ott meglátogatott egy nőt a filiszteusok lányai közül. Aztán felment és közölte apjával és anyjával. Láttam egy nőt Tamnátában a filiszteusok lányai közül, kérlek, vegyétek nekem feleségül! Azt mondta neki az apja és az anyja. Hát nincs testvéreid, lányai között, s egész népemben nő, hogy a körülmetéletlen filiszteusoktól akarsz feleséget venni? Sámson azt felelte apjának. Őt vedd el nekem, mert ő tetszett meg szememnek. Szülei ugyanis nem tudták, hogy a dolog az úrtól van, s hogy ő csak az alkalmat keresi, hogy beleköthessen a filiszteusokba. Abban az időben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Izraelen. Lement tehát Sámson az apjával és anyjával Tamnátába. Amikor a város szőlőhegyéhez jutottak, egy dühös és ordító kölyökoroszlán tűnt fel és jött eléje. Erre Sámsont megszállta az úr lelke, s úgy széttépte az oroszlánt, mintha csak egy gödőjét tépet volna darabokra, pedig egyáltalán semmi sem volt a kezében. Apjának és anyjának azonban nem akarta elmondani a dolgot. Majd lement és beszélt a nővel, aki megtetszett szemének. Amikor aztán néhány nap múlva visszatért, hogy elvegye, került egyet, hogy megnézze az oroszlán tetemét, és íme mély raj és lépes méz volt az oroszlán szájában. Kezébe vette és eszegette az úton. Amikor apjához s anyjához ért, nekik is adott belőle, s ők is ettek. Azt azonban nem akarta megmondani nekik, hogy az oroszlán teteméből vette ki a mézet. Lement tehát apja a nőhöz, s lakomát rendezett Sámsonnak a fiának, mert így szoktak cselekedni a legények. Amint őt a helység polgárai meglátták, harminc társat adtak melléje, hogy legyenek vele. Sámson azt mondta nekik, találós kérdést tárok elétek. Ha megfejtitek nekem a lakoma hét napja alatt, harminc inget s ugyanannyi köntöst adok nektek. Ha azonban nem tudjátok megfejteni, ti adtok nekem harminc inget, s ugyanannyi köntöst. Azok ezt felelték neki. Add elő találós kérdésedet, hadd halljuk. Azt mondta erre nekik. Ennivaló jött ki az evőből, s édesség került ki az erősből. Ők azonban nem tudták megfejteni a feladatot három napon át. Amikor aztán eljött a hetedik nap, mondták Sámson feleségének, Hízeleg s férjednek, s bírd rá, hogy mondja meg neked, mit jelent a találós kérdés. Ha ezt nem vagy hajlandó megtenni, elégetünk téged s apád házát. Hát azért hívtatok meg minket mennyegzőre, hogy kifosszatok? ontotta erre az asszony a könnyeit Sámsonnál, és panaszkodott, mondva, gyűlölsz engem, s nem szeretsz. Azért nem akarod megmagyarázni nekem a találós kérdést, amelyet népem fiai elé adtál. Az ezt felelte neki. Apámnak és anyámnak sem akartam megmondani, s veled közöljem. Mivel azonban a lakoma hét napján keresztül egyre sírt előtte, a hetedik napon, amikor már nagyon alkalmatlankodott neki, végre is megmagyarázta. Ő legott közölte a társaival. Azt mondták erre azok neki a hetedik napon napszálta előtt. Méznél vajon mi édesebb, oroszlánnál mi erősebb? Ő azt mondta nekik, ha nem az én üszömmel szántottatok volna, feladatomat meg nem fejtettétek volna. Erre megszállta őt az úr lelke, lement askalomba, s ott leütött harminc férfit, lehúzta ruhájukat, s odaadta azoknak, akik a találós kérdést megfejtették. Aztán nagyharagosan felment apja házába. Erre felesége férjhez ment az ő egyik barátjához s vőféjéhez. 15. fejezet Bizonyos idő múltán azonban, amikor éppen a búzaratás napjai közeledtek, elment Sámson, hogy meglátogassa a feleségét, s vitt neki egy kecskegödőjét. De amikor szokása szerint be akart menni hálókamrájába, az asszony apja eltiltotta, és azt mondta: Azt hittem, hogy meggyűlölted, és azért odaadtam barátodnak. Van azonban neki egy nővére, aki fiatalabb és szebb nála, legyen az a feleséged helyette! Azt mondta neki Sámson: Ettől a naptól kezdve nem érhet engem vád a filiszteusok részéről, ha rosszat teszek nektek! Azzal elment, összefogdosott háromszáz rókát, egymáshoz kötözte farkukat, csóvákat kötözött közéjük, azokat tűzzel meggyújtotta, aztán elengedte őket, hogy fussanak szét mindenfelé. Azok legott belementek a filiszteusok vetésébe és felgyújtották, úgyhogy hogy elégett a már összehordott gabona is, a még szárban álló is, sőt, a szőlőket és az olajfa is megemésztette a láng. Azt mondták erre a filiszteusok, ki tette ezt? Azt mondták nekik, Sámson, a tamnátai ember veje cselekedte, mert az elvette feleségét, s máshoz adta. Felmentek erre a filiszteusok, s elégették az asszonyt is, az apját is. Azt mondta nekik Sámson, Ám bár ezt cselekedtétek, mégsem nyugszom mindaddig, amíg még egyszer bosszút nem állok rajtatok. Meg is verte őket akkora veréssel, hogy rémületükben lábukat a hasuk alá húzták. Aztán lement, és Etám szikla barlangjában telepedett meg. Erre felvonultak a filiszteusok Júda földjére, és tábort ütöttek azon a helyen, amelyet később lehinek, azaz Álkapocsnak neveztek, s ott felállt a seregük. Azt mondták ekkor nekik a Júda törzséből valók, Miért jöttetek fel ellenünk? Azok ezt felelték. Azért jöttünk fel, hogy megkötözzük Sámsont, s visszafizessük neki, amit velünk művelt. Erre lement háromezer férfi Júdából Etám szikla barlangjához, s azt mondták Sámsonnak. Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért művelted ezt? Ő így felelt nekik ahogy ők tettek velem, úgy tettem velük. Erre ők így szóltak. Azért jöttünk, hogy megkötözzünk, s a filiszteusok kezébe adjunk. Azt mondta nekik Sámson. Esküdjetek meg, s ígérjétek meg nekem, hogy nem öltök meg engem. Azok azt mondták. Nem ölünk meg, csak megkötözünk és kiszolgáltatunk meg is kötözték két új kötéllel, s felhozták etám sziklájából. Amikor azonban ő az álkapocs helyére érkezett, és a filiszteusok újjongva eléje jöttek, megszállta az úr lelke, s úgy lemállottak, s lefoszlottak róla a kötelek, amelyekkel megkötözték, mint ahogy szétszokott foszlani a len, amikor tűz éri talált aztán egy ott heverő szamár állkapcsot, s azt felkapta és megölt vele ezer férfit. Erre így szólt. Szamár állkapcsával, szamárcsikó álcsontjával őket íme eltöröltem, ezer embert leütöttem. Amikor aztán befejezte ezt az éneket, elhajította kezéből az álcsontot, s elnevezte azt a helyet rámát lehinek, ami annyit jelent, mint álkapocs magaslat. Mivel igen megszomjazott, felkiáltott az úrhoz, és azt mondta, Te adtad szolgát kezébe ezt a nagy győzelmet és diadalt, s íme szomjan kell halnom, s a körülmet életlenek kezébe jutnom. Erre az úr megnyitotta a zápfogat a szamár álkapcsában, s víz fakadt belőle. Amint ő ebből ivott, felüdült, s visszanyerte erejét. Ezért nevezik azt a helyet az álkapocs mellől felkiáltó forrásának mind a mai napig. Húsz esztendeig bíráskodott Izraelen a filiszteusok idejében. 16. fejezet Elment Gázába is. Ott meglátott egy parázna nőszemét, s bement hozzá. Amikor ezt a filiszteusok meghallották, s annak a híre, hogy Sámson bement a városba, elterjedt közöttük, bekerítették őt. Őröket állítottak ugyanis a város kapujába, s ott egész éjszaka csendben várakoztak, hogy reggel, ha kimegy, megöljék. Sámson azonban csak éjfélig aludt, akkor felkelt, fogta a kapu mindkét szárnyát a kapufélfákkal és a zárakkal együtt, a vállára vette, és felvitte a Hebronra néző hegy tetejére. Azután megszeretett egy nőt, aki a Szórek völgyben lakott, s akit Delilának hívtak. Oda mentek hozzá a filiszteusok fejedelmei, s azt mondták, Szedd rá őt, s tudd meg tőle, miben rejlik erejének nagysága, s mi módon győzhetnénk le őt, hogy megkötözve megsanyargathassuk. Ha megteszed, ezer száz ezüstöt ad neked mindegyikünk. Így szólt tehát Delila Sámsonhoz. Mondd meg nekem, kérlek, miben rejlik erőd nagysága, s mivel kellene téged úgy megkötözni, hogy ki ne szabadulhass. Sámson azt felelte neki. Ha megkötöznek, hét ki nem száradt, hanem még friss húrzsinorral. Olyan erőtlen leszek, mint a többi ember. Erre a filiszteusok fejdelmei vittek neki hét olyan zsinort, mint amilyent mondott, s ő azzal megkötözte őt. A lesvetők már ott rejtőztek nála, s várták a dolog végét a hálókamrában, és rákiáltott. Rajtad a filiszteus, sámson! Erre ő úgy elszakította a zsinórokat, mint ahogy az ember a csepű hulladékból sodrott tűzperzselte fonalat szakítja el, és nem tudódott ki, miben rejlik ereje. Azt mondta ekkor neki Delila. Ím rászettél, s hamis dolgot mondtál. Legalább most mond meg tehát nekem, mivel kell megkötözni téged ő ezt felelte neki. Ha megkötöznek új kötelekkel, amelyek soha munkában nem voltak, erőtlen leszek, s olyan, mint a többi ember. Erre megkötözte őt Delila ilyenekkel, s elkiáltotta magát. Rajtad a filiszteus, Sámson! Miközben a lesvetők már készenlétben álltak a kamrában. Ő azonban úgy széttépte a köteléket, mint valami cérna szállat. Azt mondta erre neki Delila. Meddig szedsz még rá, s mondasz hamis dolgot? Közöld, mivel kell megkötözni téged? Sámson azt felelte neki. Ha fejem hét fonatát összeszövöd a nyüst fonállal, s rákötöd a szegre, s ezt belevered a földbe, erőtlen leszek. Megtette ezt Delila, és aztán azt mondta neki, rajtad a filiszteus sámson! Ő felébredt álmából, s kitépte a szeget a hajfonatokkal, s a nyüst fonállal együtt. Azt mondta erre neki Delila, hogy mondhatod, hogy szeretsz, amikor lelked nincs velem? Három ízben hazudtál nekem, s nem akartad megmondani, miben rejlik erőd nagysága. Amikor aztán folyton alkalmatlankodott neki, és sok napon át nyaggatta, s pihenésre sem adott neki időt, kimerült a lelke, és halálra fáradt. Végre is igazán feltárta a dolgot, és azt mondta neki, borotva sohasem járta még fejemet, mert nazír azaz, Istennek szentelt ember vagyok anyám méhétől. Ha megnyírják fejemet, eltávozik tőlem erőm, elgyengülök, s olyan leszek, mint a többi ember. Amikor az látta, hogy feltárta előtte egész lelkét, elküldött a filiszteusok fejedelmeihez, s üzente. Gyertek fel még ez egyszer, mert most feltárta előttem szívét azok fel is mentek, s magukkal vitték a pénzt is, amelyet ígértek. Erre ő a térdén elaltatta, fejét ölébe hajtatta, nyírót hívatott, s lenyíratta hét hajfonatát. Aztán elkezdte ellökni s eltaszítani magától. Legott eltávozott ugyanis tőle ereje, és azt mondta, rajtad a filiszteus sámson! Ő erre felébredt álmából, s azt mondta magában, kimegyek, mint eddig tettem, s kivágom magamat. Nem tudta ugyanis, hogy az úr eltávozott tőle. Ám a filiszteusok megfogták, és legott kiválták a szemét. Elvitték gázába, láncra kötötték, bezárták a tömlöcbe, és őröltettek vele. De a fürtjei már-már növekedni kezdtek összegyűltek akkor a filiszteusok fejedelmei, hogy nagy áldozatokat mutassanak be Dágon istenüknek, s lakomázzanak. Közben egyre mondogatták, kezünkbe adta istenünk Sámsont a mi ellenségünket. Amikor ezt a nép látta, dicsérte istenét és ugyanazt kiáltotta, Kezünkbe adta Istenünk a mi ellenségünket, aki pusztította országunkat, s megölt igen sokunkat. Amikor aztán jó kedvük kerekedett a lakomán, az ételek elfogyasztása után megparancsolták, hívják elő Sámsont, hogy játszon előttük. Ki is hozták a tömlöcből, s játszania kellett előttük. Két oszlop közé állították, Egyszer csak azt mondta annak a legénynek, aki lépéseit irányította. Eresszel, hadd fogjam meg az oszlopokat, amelyeken az egész ház nyugszik, s hadd támaszkodjam hozzájuk, hogy egy kissé megpihenjek. A ház tele volt férfiakkal s asszonyokkal, ott volt a filiszteusok valamennyi fejedelme, a tetőzetről és a napozóról pedig mintegy háromezer férfi és asszony nézte a játszó sámsont. Ekkor ő segítségül hívta az urat, és azt mondta, Uram, Isten, emlékezzél meg rólam, és add vissza nekem most, Istenem, egykori erőmet, hogy bosszút állhassak ellenségeimen, s legalább az egyik szemem elvesztését megbosszulhassam. Aztán megfogta a két oszlopot, amelyen a ház nyugodott, az egyiket a jobb kezével, a másikat a bal kezével, és azt mondta, halljak meg a filiszteusokkal együtt. Azzal nagy erővel megrántotta az oszlopokat, úgy, hogy a ház rászakadt valamennyi fejedelemre, s az egyéb ott levő sokaságra, és így sokkal többet ölt meg akkor, amikor meghalt, mint amennyit akkor ölt meg, amikor élt. Lementek erre testvére is, egész rokonsága, elhozták testét és eltemették Córa és Estaol között, apjának Mánuénak sírboltjában. Húsz esztendeig bíráskodott Izraelen. 17. fejezet Volt abban az időben egy Efraim hegységéről való ember, akit Míka Jehunak hívtak. Ez azt mondta anyjának. Az az ezer száz ezüst, amelyet elvettek tőled, és amely miatt fülem hallatára esküdöztél, íme, az én birtokomban, nálam van. Ő így felelt neki. Áldjon meg az úr, fiam! Erre ő visszaadta anyjának, aki így szólt hozzá. Az úrnak akarom szentelni és ajánlani ezt az ezüstöt, úgy, hogy fiam, vegye el kezemből, és csináljon belőle faragott és öntött képet. Oda is adom most neked. Erre ő visszaadta anyjának, az pedig vett 200 ezüstöt, s odaadta az ezüstművesnek, hogy készítsen belőle faragott és öntött képet. Ez aztán Mika házába került. Ő ott egy kis hajlékot is elkülönített Isten tiszteletére, és efódott meg teráfokat, vagyis papiruhákat és bálványokat készített. Felavatta egyik fiának kezét, s az papja lett neki. Azokban a napokban ugyanis nem volt király Izraelben, hanem mindenki azt cselekedte, amit jónak látott. Volt továbbá egy másik Júda Betleheméből és nemzetségéből való ifjú, aki levita volt, de ott lakott. Ez kivándorolt Betlehem városából, s idegenként ott akart letelepedni, ahol alkalmas helyet talál magának. Amikor aztán útján Efraim hegységére érkezett, s egy kisé betért Mika házába, az megkérdezte tőle, hogy honnan jön. Ő ezt felelte. Levita vagyok, Júda Betleheméből, s megyek, hogy letelepedjen valahol, ahol lehet, s ahol azt hasznosnak látom. Azt mondta erre Míka, maradj nálam, s légy atyám és papom. Esztendőnként tíz ezüstöt, egy váltó ruhát, s ellátást adok érte neked. Ő beleegyezett, ott maradt az embernél, s úgy számított nála, mint fiai egyike. Míka fel is avatta kezét, s az ifjút tette meg papjának, s azt mondta, most tudom, hogy jót fog tenni velem az úr, mert levit a nemzetségű papom van. 18. fejezet Azokban a napokban nem volt király Izraelben, s Dán törzse birtokot keresett magának, hogy ott letelepedjék, mert mindaddig nem kapott osztályrészt a többi törzs között. Elküldtek tehát Dán fiai Córából és Estaolból, öt olyan bátor embert, aki az ő törzsükből és nemzetségükből származott, hogy kémleljék ki és vegyék jól szemügyre az országot. Azt mondták nekik, menjetek, vegyétek szemügyre az országot. Azok el is mentek, s eljutottak Efraim hegységébe, s betértek míg a házába, s ott megpihentek. Miközben nála voltak szálláson, megismerték az ifjú levita hangját, s azt mondták neki, Kihozott téged ide? Mit művelsz itt? Mi áradban jöttél ide? Ő azt felelte nekik. Ezt és ezt cselekedte velem Mika, s megfogadott, hogy papjává legyek. Erre megkérték, hogy kérdezze meg az urat, ha tudják meg, szerencsével járják-e meg útjukat, s lesz-e eredménye dolguknak. Ő ezt felelte nekik. Menjetek békességgel, az úr tetszéssel nézi jártatokat, s az utat, amelyre mentek. Elment tehát az öt ember és eljutott laisba, és látta, hogy ott a nép a szidoniak módjára minden félelem nélkül biztonságban és nyugalomban lakik, egyáltalában senki sem bántja igen gazdag, s távol van Szidontól és mindenkitől független. Amikor tehát visszatértek testvéreikhez szórába és olba, s azok megkérdezték, hogy mit végeztek, ezt felelték. Gyertek, vonuljunk fel ellenük, mert láttuk, hogy földjük igen gazdag s termékeny. Ne vesztegeljetek, ne húzódozzatok, menjünk, s foglaljuk el, semmi fáradtságba sem kerül. Biztonságban levő emberekhez nagyon tágas tartományba megyünk, s az Úr nekünk fogja adni azt a helyet, ahol semmi sem hiányzik, mind ami a földön terem. Elindult tehát Dán nemzetségéből, azaz Córából s Estaholból 600 harci fegyverekkel felszerelt ember. Felvonulásuk folyamán tábort ütöttek a júdai kírját Jarimnál, ezért az a hely attól az időtől kezdve a Dán tábora nevet viseli. Kirját Jarim mögött van. Onnan átmentek Efraim hegységébe. Amikor aztán Mika a házához jutottak, azt mondta az az öt ember, akit azelőtt Lais földjének kikémlelésére küldtek, többi testvérének. Tudjátok-e, hogy ezekben a házakban efód, teráf, faragott és öntött kép van? határozzatok, mit láttok jónak? Erre ők lekanyarodtak egy kisé, és betértek annak a fiatal levitának a házába, aki a házában volt, és köszöntötték őt békességes szavakkal, a 600 ember pedig úgy, ahogy volt, felfegyverkezve megállt a kapu előtt. Ám azok, akik betértek az ifjú házába, arra törekedtek, hogy elvihessék a faragott képet, az efódot, s a teráfokat, s az öntött képet. Miközben a pap a kapu előtt állt, s nem messze várakozott a 600 vitéz, el is vitték azok, akik betértek a faragott képet, az efódot, a bálványokat, s az öntött képet. Rájuk szólt a pap. Itt műveltek. Ők ezt felelték neki. Hagas! tedd újadat szádra, jöjj velünk, és légy atyánk és papunk. Mi jobb neked? Az, hogy egy ember házában légy pap, vagy az, hogy Izrael egy törzsében és nemzetségében? Amikor ő meghallotta ezt, engedett a kérésüknek. Fogta az efódot, a bálványokat, a faragott képet, és elment velük. Amikor elmentek, maguk előtt terelték kisdedeiket, barmaikat, és minden drágaságukat. Már messzire voltak Mika házától, amikor azok az emberek, akik Mika házában laktak, összehívták egymást, utánuk mentek, és a hátuk mögött kiáltozni kezdtek. Erre ők hátra tekintettek, azt mondták Mikának: Mi bajod? Miért kiáltozol? Az ezt felelte: Elvittétek az isteneimet, amelyeket készítettem magamnak, meg a papomat is, és mindenemet, és azt mondjátok, mi bajod? Azt mondták erre neki Dán fiai: Vigyázz, ne beszélj többet nekünk, hogy neked ne menjenek, e felindult lelkű emberek, és elnevesz egész házad népével együtt. Azzal folytatták megkezdett útjukat. Mivel Mika látta, hogy erősebbek nála, visszatért házába a 600 ember pedig vitte a papot s a fent említett dolgokat, s elment Laisba, a nyugalomban s biztonságban élő néphez, s Kardélre hányta őket, s lángba borította a várost. Egyáltalában senki sem vitt segítséget nekik, mivel távol laktak Szidontól, és senkivel sem volt szövetségük s ügyük. A város pedig rohóbb vidékén feküdt, Miután újra felépítették, megtelepedtek benne, és elnevezték a várost apjuk nevéről, akit Izrael nemzet, Dánnak. Azelőtt Laisnak hívták. Aztán felállították maguknak a faragott képet, és Jonatánt, Gersámnak, Mózes fiának a fiát és fiait tették papokká Dán törzsében, egészen fogságba jutásuk napjáig. Ott is maradt náluk Míka bálványa azon egész idő alatt, amíg Isten háza Silóban volt. 19. fejezet Azokban a napokban nem volt király Izraelben. Volt egy levita ember, aki Efraim hegységének oldalán lakott. Ez mellékfeleséget vett Júda Betleheméből, de az elhagyta őt, s visszatért apja házába Betlehembe, és annál maradt négy hónapig. Ekkor férje utána ment, hogy újra megnyerje, visszaédesgesse és visszavigye magával. Legényt és két szamarat is vitt magával. Az asszony szívesen fogadta, s bevezette apja házába. Amikor apósa a dolgot meghallotta, s őt meglátta, örvendezve eléje ment, s megölelte az embert. A vő ott is maradt három napig após a házában, evett és ivott vele barátságosan. A negyedik napon aztán kora reggel felkelt és el akart menni. Ám apósa tartóztatta, s azt mondta neki, Egyél előbb egy kis kenyeret, s erősítsd meg gyomrodat, és úgy menj. Le is ültek egymással, és ettek és ittak. Majd azt mondta a nő apja a vejének. Kérlek, Maradj ma itt, s vigadjunk egymással. Ám az felkelt, s indulni akart. Apósa azonban igen tartóztatta, és magánál is tartotta. Amikor aztán megvíratt, felkészült a levita az útra. Ám Apósa ismét azt mondta neki. Kérlek, védj egy kis eledelt magadhoz, s szerez erőt, amíg a nap megnövekszik, aztán menj. Ettek tehát együtt, majd felkelt az ifjú, hogy elmenjen feleségével, s legényével. Ám apósa ismét azt mondta neki. Gondold meg, hogy a nap már hanyatlóban van, s estére hajlik. Maradj ma is nálam, töltsd vígan a napot, holnap aztán indulj el, hogy házadba térj. Veje nem akart engedni a szavának, hanem legott elindult, és el is jutott Jebuz elé, amelyet más néven Jeruzsálemnek neveznek, magával vitte két megterhelt szamarát és mellékfeleségét. Éppen jebuz mellett voltak, amikor a nappal éjszakára fordult. Azt mondta tehát gazdájának a legény. Jöjj kérlek, térjünk be a jebuziták városába, és szálljunk ott meg. A gazda azt felelte, nem térek be ez idegen, nem Izrael fiai közül való nemzet városába, hanem tovább megyek Gibeáig, s ha odaérek, megszállunk ott, vagy pedig Ráma városában. Elhaladtak tehát Jebuz mellett, s folytatták a megkezdett utat. A Benyámin törzséhez tartozó Gibea mellett aztán leszállt a nap felettük. Lekanyarodtak tehát oda, hogy ott megszálljanak. Amikor beértek, leültek a város utcájára, azonban senki sem akarta befogadni őket szállásra. De íme feltűnt egy öregember, aki éppen a mezőről munkájából tért vissza az esti időben, ő is Efraim hegységéről való volt, s csak jövevényként tartózkodott Gibeában, amíg azon vidék emberei a benyaminiták voltak. Amikor az öreg felemelte szemét, Meglátta holmiával a város utcáján ülő embert, és megkérdezte tőle. Honnan jössz, és hová mész? Ő így felelt neki. Júda Betleheméből jövünk, s a lakóhelyünkre megyünk, amely Efraim hegységének oldalán van. Onnan mentünk Betlehembe. Most az úr házához megyünk, de senki sem akar befogadni minket hajlékába pedig van szalmánk és szamaraink élelmére való színánk, valamint kenyerünk és borunk a magam, a szolgálód és a velem levő legény számára. Semmire sincs szükségünk, csak szállásra. Azt felelte neki az öreg. Béke veled, én mindent adok, amire szükséged van, csak kérlek, nem maradj az utcán. Bevitte tehát házába, enni adott a szamaraknak, őket pedig miután megmosták lábukat, megvendégelte. Mi alatt lakomáztak, s az út fáradalma után testüket étellel s itallal üdítgették, eljöttek a város férfiai, Béliának, azaz az igátlannak fiai, körülvették az öregnek a házát, s dörömbölni kezdtek az ajtón, s bekiáltottak a ház gazdájának, és azt mondták, hozd ki azt az embert, aki betért házadba, hadd éljünk vissza vele. Kiment erre hozzájuk az öreg, és azt mondta, ne, testvéreim, ne műveljetek ilyen gonoszságot, hiszen vendégségbe jött hozzám az az ember, hagyjatok fel ezzel az őrültséggel. Van egy szűz lányom, ennek az embernek pedig van egy mellékfelesége. Kihozom őket hozzátok, alázzátok meg azokat, töltsétek ki rajtuk kedveteket, csak kérlek, ne kövessétek el ezt a védket ezen az emberen. Ám azok nem akartak engedni beszédének. Amikor ezt látta az az ember, fogta és kivitte hozzájuk mellékfeleségét. feleségét. Azok egész éjszaka visszaéltek vele, és kedvüket töltötték rajta, reggel pedig elbocsátották. Amikor a sötétség oszladozott, az asszony odaért annak a háznak az ajtajához, ahol ura megszállt, s ott összeesett. Amikor aztán reggel lett, felkelt az az ember, s kinyitotta az ajtót, hogy befejezze megkezdett útját, s íme mellékfelesége ott feküdt az ajtó előtt, küszöbre vetett kézzel. Azt hitte, hogy pihen, s azt mondta neki, jelj fel, menjünk. Amikor az semmit sem felelt, megértette, hogy halott. Erre felszette és feltette a szamára s visszatért házába. Amikor hazaért, előrántotta a kardot s felesége holtestét csontostul tizenkét részre és darabra vágta és elküldte Izrael minden határába. Mindenki, aki meglátta, felkiáltott, Soha sem történt ilyen dolog Izraelben, attól a naptól kezdve, hogy atyáink feljöttek Egyiptomból mind a mai napig. Parancsot adott ugyanis a férfiaknak, akiket elküldött ezekkel a szavakkal. Így szóljatok minden izraelita férfihoz. Vajon történt-e valaha ilyen dolog Izraelben, attól a naptól kezdve, hogy atyáink eljöttek Egyiptomból egészen a mai napig? Gondoljatok erre, tanácskozzátok meg, és döntsétek el, mi a tennivaló. 20. fejezet Kivonultak tehát Izrael fiai minnyájan, és összegyűltek valamennyien, Dántól Bersebáig, és Gileát földjéről, mint egy ember az úr elé, Mitzpába. A nép minden főembere, Izrael minden törzse összejött, Isten népének gyülekezetébe négy százezer gyalogos harcos. Benjamin fiai előtt sem volt titok, hogy Izrael fiai felmentek Mitzpába. Aztán megkérdezték a levitát, a megölt asszony férjét, hogy hogyan történt az a nagy gonoszság. Az ezt felelte. Eljutottam a feleségemmel Benjamin Gébeába, s ott szálltam meg. Éjjel aztán íme körülvették a város emberei azt a házat, amelyben tartózkodtam, és meg akartak ölni, majd feleségemet a bujaság hihetetlen hevével annyira meggyötörték, hogy végre is meghalt. Erre megragadtam, s darabokra vágtam, és egy-egy részt küldtem birtokotok valamennyi területére, mert sohasem történt ekkora aljasság és ilyen nagy vétek Izraelben itt vagytok minnyájan, Izrael fiai, határozzatok, mit kell tennetek. Felelt erre az egész nép, s szinte egy ember szavával felelte. Nem térünk vissza sátrainkba, s nem megy egyikünk sem házába, hanem közös erővel ezt cselekedjük Gibeával. Ki kell választani Izrael valamennyi törzséből tíz embert száz közül, százat ezer közül, és ezret tízezer közül, hogy élelmet hordjon a seregnek, s harcolhassunk Benjamin Gibea ellen, s megadhassuk neki a vétekért azt, amit érdemel. Egybe is gyűlt egész Izrael a város előtt, mint egy ember, egy szívvel, egy akarattal. Ekkor követeket küldtek Benjamin egész törzséhez ezzel az üzenettel. Miért történt közöttetek ekkora gonoszság. Adjátok ki azokat a gibeai embereket, akik e tettet elkövették, hogy meghalljanak, s eltűnjék a gonoszság Izraelből. Ám azok nem hallgattak testvéreiknek Izrael fiainak üzenetére, sőt osztályrészük valamennyi városából összegyűltek Gibeába, hogy segítséget vigyenek nekik, s hadakozzanak Izrael egész népe ellen. 25 ezeren kerültek ki Benjaminból olyanok, akik kardot foghattak Gibea lakosain kívül, akiknek 700 igen erős emberük volt. Utóbbiak úgy hadakoztak bal kezükkel, mint a jobb kezükkel, és olyan biztosan hajították a paritjából a követ, hogy a hajszálat is eltalálták, s a kőütése semmiképpen sem tévesztett célt. Izrael fiaiból viszont Benjamin fiain kívül négyszázezren kerültek ki olyanok, akik kardot foghattak, s harcra készek voltak. Ezek felkeltek, s elmentek Isten házába, azaz Silóba, s megkérdezték Istent, s azt mondták, ki kezdje meg seregünkből a küzdelmet Benyamin fiai ellen. Az úr azt felelte, Júda kezdje meg közületek. Erre Izrael fiai mindjárt reggel felkerekedtek, s tábort ütöttek Gibea mellett, majd onnan felvonultak a harcra Benjamin ellen, s ostromolni kezdték a várost. Benjamin fiai azonban kirontottak Gibeából, s megöltek azon a napon Izrael fiai közül 22 ezer embert. Ám Izrael fiai erejükben és számukban bizakodva, ugyanazon a helyen, ahol az előbb küzdöttek, ismét csatarendbe álltak. Előbb azonban felmentek az úr elé, és sírtak előtte egészen éjszakáig, s megkérdezték őt. Fel kell -e még mennem harcolni Benjamin fiai a testvéreim ellen, vagy sem? Az úr így felelt nekik. Csak menjetek fel ellenük, s bocsátkozzatok küzdelembe velük. Amikor azonban Izrael fiai másnap felvonultak a harcra Benjamin fiai ellen, Benjamin fiai kirontottak Gibe a kapuiból, és eléjük rohantak, és olyan nagy öldökléssel dühöngtek ellenük, hogy 18 ezer kartforgató embert terítettek le. Erre Izrael fiai minnyáján felmentek az Isten házába, leültek, sírtak az úr előtt, bőjtöltek azon a napon egészen estig. És egészen elégű áldozatokat, és béke áldozatokat mutattak be neki, és megkérdezték őt helyzetükről. Abban az időben ott volt Isten Szövetségének ládája, és Finész Áron fiának, Eleazárnak a fia volt a ház gondviselője. Megkérdezték tehát az urat, és azt mondták, ki kell -e még mennünk a harcra, Benjamin fiai a testvéreink ellen, vagy hagyjuk abba? Azt mondta az úr nekik, csak menjetek fel, mert holnap kezetekbe adom őket. Erre Izrael fiai csapatokat helyeztek lesbe Gibe a városa körül, s harmadízben is felvonultatták a sereget Benjamin ellen, mint először és másodszor. Ám Benjamin fiai is merészen kirontottak a városból, s jó messzire a futásnak eredő ellenség után nyomultak, miközben úgy, mint az első és a második napon, osztották a sebeket, és vágták a hátrálókat azon a két ösvényen, amelyek közül az egyik Bételbe, a másik Gibeába vezetett, és leterítettek körülbelül harminc embert. Azt hitték ugyanis, hogy azok a szokott módon meghátrálnak. Ám ők csak mesterségesen színlelték a futást, s abban állapodtak meg, hogy elszakítják őket a várostól, s mintha megfutamodnának, a fent említett utakra viszik. Fel is keltek Izrael fiai minnyáján helyükről, és azon a helyen, amelyet Baal támárnak hívnak, csatarendbe álltak. Ugyanakkor a város körül lesben álló csapatok lassanként felfejlődtek, és előjöttek a város nyugati részéről, sőt, másik tízezer egész Izraelből összeválogatott ember is harcra ingerelte a város lakóit. Aztán súlyos harc indult Benjamin fiai ellen, de azok nem vették észre, hogy minden oldalról veszedelem fenyegeti őket. Végre is az Úr megverte őket Izrael fiainak színe előtt, és megöltek közülük azon a napon 25.100 csupa hadakozó és kartforgató férfit. Amikor Benjamin fiai látták, hogy alul maradtak, futásnak eredtek. Amikor ugyanis Izrael fiai látták a dolgokat, helyet engedtek nekik, hogy nyomuljanak utánuk, és így azokhoz a lesben álló csapatokhoz jussanak amelyeket a város mellett elhelyeztek. Amikor aztán Benjamin hátat fordított öldöklőinek, a lesben állók hirtelen felkeltek, és bementek a városba, s azt kardérre hányták. Izrael fiai már most abban a jelben állapodtak meg azokkal, akiket lesbeállítottak, hogyha bevették a várost, gyújtsanak tüzet, hogy annak magasba szálló füstjével jelezzék, hogy elfoglalták a várost. Amikor ezt Izrael megtámadott fiai meglátták, Benjamin fiai ugyanis azt hitték, hogy megfutamodnak, s mind hevesebben üldözték őket, s harminc embert le is vágtak seregükből, és a városból oszlopszerűen felemelkedő füstöt megpillantották, és amikor Benjamin is hátra tekintett, s látta, hogy a várost bevették, és száll belőle a láng a magasba, akkor ők, akik eddig futást színleltek, megfordították arcukat, és keményen helytáltak. Amikor ezt Benjamin fiai látták, megfutamodtak, s a puszta felé vivő útra tartottak, de oda is utánuk nyomultak ellenségeik. Ugyanakkor azok, akik felgyújtották a várost, eléjük vágtak. Így az történt, hogy mindkét oldalról ellenség vágta őket, és sehonnan sem volt nyugtuk, és meg kellett halniuk. Elestek és elhullottak Gibea városának keleti vidékén. Azok az emberek, akiket ezen a helyen öltek meg, 18 ezren voltak. Mind igazán erős harcos. Amikor látták ezt, azok, akik Benjaminból még megmaradtak, a pusztába menekültek, és a Remmon nevű szikla felé tartottak. Amint a menekülés közben mindenfelé bolyongtak és igyekeztek, szintén megöltek közülük ötezer embert. Amikor pedig tovább tartottak, utánuk nyomultak és megöltek másik kétezret is. Így történt az, hogy azok, akik Benjaminból a különböző helyeken elestek, összesen 25 ezren voltak, csupa hadra igazán alkalmas harcos. Ennek következtében Benjamin egész létszámából csak az a 600 férfi maradt meg, aki meg tudott menekülni és a pusztába futni. Ezek Remmon szikláján maradtak négy hónapig. Izrael fiai aztán visszafordultak, s kardérre hányták a városban megmaradt embereket s barmokat egyaránt, Benjamin valamennyi városát és falvát pedig a lángok martalékává tették. 21. fejezet. Mitzpában Izrael fiai meg is esküdtek, így szólva, egyikünk sem fog feleséget adni a lányai közül Benjamin fiainak. Ekkor azonban elmentek mindannyian Isten házához, Silóba, s ott ültek a színe előtt estig, s hangos zokogással és nagy sírni kezdtek, és azt mondták, Urunk, Izrael Istene, miért történt népeddel az a szerencsétlenség, hogy a mai nappal el kell vesznie egy törzsnek közülünk? Másnap aztán hajnalban felkeltek, oltárt építettek, és egészen elégős békeáldozatokat mutattak be rajta, és azt mondták, ki nem jött fel az úr hadseregébe Izrael valamennyi törzséből. Amikor ugyanis Mitzpában voltak, a nagy esküvel arra kötelezték magukat, hogy megölik azokat, akik hiányoznak. Izrael fiai ekkor szánalomra gerjedtek a testvérük Benjamin iránt, s azt kezdték mondogatni – kivész egy törzs Izraelből, honnan vegyenek feleséget, hiszen valamennyien egyaránt megesküdtünk, hogy nem adjuk nekik lányainkat. Ezért azt mondták, ki az Izrael valamennyi törzse közül, aki nem jött fel az úrhoz Mitzpába? És íme Jábes Gileádból senki sem jött fel a közösség táborába. Amikor a népet számba vették, senkit sem találtak közülük. Elküldtek tehát tízezer igen erős embert, s meghagyták nekik. Menjetek, s hányátok kardérre Jábes Gileád lakóit feleségeikkel és gyermekeikkel együtt. A következő módon kell eljárnotok. Minden férfit, s mindazokat a nőket, akik már megismerték a férfit, őjétek meg, a szüzeket azonban hagyjátok életben. Ők 400 szüzet találtak a jábes gileádiak között, akik még nem ismerték meg a férfi ágyát, s azokat elvitték a táborba, silóba, Kánoán földjére. Aztán követeket küldtek Benjaminnak, Remmon szikláján levő fiaihoz, és megüzenték nekik, hogy békességgel visszafogadják őket. Erre Benjamin fiai nyomban visszatértek, s ők feleséget adtak nekik Jábes Gileád lányaiból. Másokat azonban, akiket hasonlóképpen odaadhattak volna, nem találtak. Ám egész Izrael nagyon bánkódott és szánakozott, hogy elvész egy törzs Izraelből. Azt mondták azért a vének. Mit cselekedjünk a többiekkel, akik nem kaptak feleséget? Benyaminban a nők mind elpusztultak. Aztán így szóltak. Nagy gondals, nagy igyekezettel valamilyen intézkedést kell tehát tennünk, hogy el ne tűnjön egy törzs Izraelből. A mi lányainkat ugyanis nem adhatjuk oda nekik, mert kötelez minket az eskü és az átok, amelyel azt mondtuk, átkozott, aki lányaiból feleséget ad Benjamin fiainak. Erre tanácsot tartottak és azt mondták, Íme az Úrnak esztendőnként ünnepe van Silóban, amely Bétel városától északra, a Bételből Szíhembe vivő úttól keletre, Lebóna városától pedig délre fekszik. Meghagyták tehát Benjamin fiainak, s azt mondták, menjetek, s rejtőzzetek el a szőlőkben, s ha látjátok, hogy Siló lányai a szokás szerint kivonulnak a körtáncra, jertek ki hirtelen a szőlőkből, s ragadjon mindegyiktek egy-egy feleséget közülük, s menjetek el Benjamin földjére. Ha aztán eljönnek apáik s testvéreik, s panaszt emelnek ellenetek, s perelni kezdenek, mi majd azt mondjuk nekik, könyörüljetek meg rajtuk, hiszen nem háborúban rabolták el őket, hanem kérték, hogy kapjanak, s ti nem adtatok nekik, s így a tiétek a vétek. Úgy is cselekedtek Benjamin fiai, ahogy parancsolták nekik, és számuknak megfelelően egy-egy feleséget ragadtak maguknak a táncolók közül. Aztán elmentek birtokukra, s felépítették városaikat, és megtelepettek bennük. Izrael fia is visszatértek törzsről törzsre, családról családra sátraikba. Azokban a napokban nem volt király Izraelben, hanem mindenki azt cselekedte, amit jónak látott.